Akkor nagy tisztelettel köszöntök minden kedves megjelentet, minden tévénézőt. Megállapítom, hogy határozat képesek vagyunk. Hatan Katona doktor jelezte, hogy ügyeletes, ő nem tud jönni, majd ezen a testetésen nem vesz részt. Hitelesítőnek szeretném Kotrocó Balázs képviselőtársam, Varga Dávid képviselőtársamat, aki ezzel egyetért. Hat igen szavazat, köszönöm szépen. A pénzügybizottsági ülés utáni kiadott napi rendekhez képest, valakinek van-e, hogy akkor két napi rend pont le lett róla véve, kettő föl lett téve, ehhez képest van-e valakinek valamilyen más igénye? Jelezni szeretném, hogy a pénzügyi és városüzemeltetési bizottság még tárgyalta a Városi Művelési Központ és Könyvtár bérleti szerződés kötéséről készített előterjesztést. Az intézmény jelezte, hogy a bérlő más helyet választott magának, tehát fölösleges ezt a napi rendet tárgyalni, úgyhogy kérjük szépen levenni. A kiadott meghívóról már le is vezettem a napi rendet. Jó, valaki másnak? Nincs, aki ezzel egyetért. 1, 2, 3, 4. Igen, aki nem. 1, 2, nem. Köszönöm szépen. Napirendi pontok 1-es 2018 évi költségvetés megalkotása, 2-es a gyermek és szociális étkeztetés térítési díjának megállapítása, 3-as megbízási szerződés és belső ellenőrzési terv elfogadása, 4-es víziközmű bérleti üzemeltetési szerződés jóváhagyása, 2, árajánlat és vállalkozási szerződés utólagos jóváhagyása telekialakításra, 6-os zöldváros pályázat tervezői munkáira érkezett árajánlatok elbírálása, zöldváros pályázat közbeszerzéseire érkezett árajánlatok elbírálása, 8-as árajánlat elfogadása műszaki lebonyításra zöldváros pályázathoz, 9-es közfoglalkoztatási hatósági szerződés megkötésének engedélyezése, 10-es fakivágásra érkezett árajánlat elbírálása és szerződés tervezett jóváhagyása, 11-es selejtezési kezdeményezések, 12-es pályázat kiírása sport és civil szervezetek 2018 évig támogatására, 13-as 2017 évi beszámoló és 2018 év munkaterv jóváhagyása, 14-es szabályzat jóváhagyása, 15-ös helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata, 16-os irattár rendezés lehetősége, 17-es párhuzamos foglalkoztatás kérése, 18-as polgármester 2018 évi szabadság ütemezése, 19-es Rétság általános iskola teremhasználati kérelme, 20-as Belovai Róbert kérelme, második Lakovics Zsuzsanna bérleti szerződés módosítása, 22-es Rétsági Árpád egylet 2017 évi támogatás módosítási kérelme, 23-as a 4/2018 1H26-i határozat módosítása, árajánlatok kérése közbeszerzési eljárás lebonyítására, kommunális gép vásárlása céljára, 25-ös bánk, rétság, tolmács, szennyvíz, agglomeráció terhelhetőségi vizsgálat tervezői költsége, 26-os TKM kérelem, 27-es beszámoló testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésről, 28-as tájékoztató a két testület ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról, ez szóbeli elterjesztés lesz, és a 29-es egyebek. Aki ezzel egyetért, 4 igen, 2 nem, köszönöm. Első napjának a 2018 évi költségvetés megalkotása. Parancsoljanak úr, pénzügybizottság tárgyalta. Szépen a pénzügyi és városüzemeltetési bizottság február 20-án tartotta meg ülését, amelyen először 5, később 6 bizottsági taggal bizottságunk végig határozat képes volt. A 2018 évi költségvetési rendelet megalkotása című napirendet is megtárgyalta a bizottság, de ismeretes, hogy a vonatkozó jogszabályok alapján
a költségvetési rendelet tervezetet február 15-ig kell benyújtani a képviselőtestület számára. Ez megtörtént. Az államháztartási törvény tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének a kötelező tartalmát. Ugye vannak kötelező és vannak önként vállalt feladatai az önkormányzatnak. Az önkormányzati törvény pedig meghatározza az önkormányzatoknak a kötelező feladatait. Ilyenek a település fejlesztés, település rendezés, a település üzemeltetése, egészségügyi alapellátás, környezetegészségügy, óvodai ellátás, kulturális szolgáltatás, különösen ugye nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, illetve helyi közművelődési tevékenységnek a támogatása, szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, lakás- és helységgazdálkodás, helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás, helyi adóval, gazdaság szervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok, sport, ifjúságügyek, nemzetiségügyek, közreműködés a település közbiztonságának a biztosításában, valamint a hulladékgazdálkodás, illetve víziközmű szolgáltatás. A önkormányzat gazdálkodásának az alapja tulajdonképpen a mindenkori éves költségvetési rendelet. Ebből finanszírozza és látja a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait az önkormányzat. Előírás az, hogy költségvetési rendeletben most már működési hiány nem tervezhető. A költségvetésnek ugye, mint minden költségvetésnek két oldala van, vannak bevételei és vannak kiadásai. Az önkormányzat bevételei tulajdonképpen három helyről származnak, központi költségvetésből származó bevételek, a helyi adóbevételek, illetve működési bevételek, valamint átvett pénzeszközök. Tehát képezik az önkormányzat bevétele, a költségvetésnek a bevételi oldalát, és itt a helyi önkormányzatok működésének van egy általános támogatás, ugye, amelyet a központi költségvetés az állam biztosít. Itt tulajdonképpen a Rétság olyan helyzetben van, hogy a adóerő képesség számítás miatt egy jó pár olyan ellátásra nem kapunk központi állami támogatást, amelyre egyébként járna támogatás. Intézményeink közül ugye a polgármesteri hivatal az, amelyik a legrosszabb helyzetben van ebből a szempontból, hiszen a hivatal működésének a támogatása az több mint 73 millió forint lenne. Ehelyett a központi költségvetés erre a feladatra 73 millió helyett csak 4 millió forintot biztosít. Tehát a intézmények közül továbbra is egyedül a hivatalt terheli, illetve érinti ez az elvonás. Nem kapunk, tehát járna, de nem kapunk állami támogatást a következő feladatokra, így a zöld területgazdálkodás, közvilágítás fenntartása, köztemető fenntartása, közutak fenntartása, illetve egyéb kötelező önkormányzati feladatoknak a támogatása. Mindösszesen ezeket a tételeket összeadjuk, akkor Rétság esetében a központi elvonás, tehát az állam általi elvonás 93.375.686 forint. Tehát több mint 93 millió forint az, amit nem kapunk meg, mondván, hogy az adóerő képességünk alapján nem jár. Ami a helyi adóbevételeinket illeti, ez tulajdonképpen a tavalyi tapasztalatok alapján történt a tervezés. A működési bevételek között terveztük ugye a bérleti díjakat, illetve a térítési díjakat. Az átvett pénzeszközök között szerepelnek az egészségügyi feladatoknak a NEAK finanszírozása, valamint a közmunkaprogramra tervezett összegek. A önkormányzat költségvetésének a kiadási oldalát az szintén a tervezése a 2017 évi tapasztalatok alapján történt. Összesenben, ha megnézzük a költségvetési rendeletünket, a kiadás és bevételi összeg azt mondja 1.639.373.000 forint.
kiosztott költségvetési rendeletben néhány szám módosítása került, de a kiszámított végösszeg, tehát a bevételi és kiadási főösszeg ennyi. A bizottság ülésen a költségvetés tárgyalásával kapcsolatosan elhangzott egy olyan kérdés, hogy a bevételi oldalon Nógrád Volánnal kapcsolatosan a betervezett összeg nem felelt meg a szerződésben rögzített összegnek. Itt a Nógrád Volánnal kapcsolatosan az ígéret hangzott el, hogy utána lesz nézve, és akkor tisztázva lesz az a kérdés, hogy a Volán természetesen a bérelt jegypénztárért fizetnie kell az önkormányzatnak. A költségvetési vitában néhány tétel volt, ami bekerült. Volt olyan tétel, ami praktikus okokból került be, később került tárgyalásra, illetve volt egy vagy két olyan tétel, ami kikerült a tervezetből. A összesenbe azt állapította meg a bizottság, valamennyi hozzászóló azt fejtette ki, hogy egy részletes és áttekinthető anyagot kaptunk, és a költségvetés összeállítása a januári ülésen elfogadott irányelveknek megfelelően történt. Alapos és részletes munka. A hozzászóló kifejtette még azt is, hogy jó, hogy kimutatásra került az előző évről áthúzódó feladatok, illetve hozzá kapcsolódó pénzösszegek is. A következő hozzászólásban szintén elhangzott, hogy a szöveges anyag is részletes, és aki a számtáblázatokban nem akar tájékozódni, az is részletes képet kap a költségvetést illetően. Ez a költségvetés, amely a mai ülésen, ha elfogadásra kerül, akkor az összeállított költségvetés egy megalapozott és stabil gazdálkodást tesz lehetővé. Változása gyakorlatban az, hogy korábban az intézményektől a különböző felhalmozás és felújítási kiadások tartalék alapba kerültek. Most valamennyi intézmény, aki betervezett ilyet, ott maradt az intézmény költségvetésében, de a rendelet végrehajtásának a szabályai szerint ezeknek a pénzeknek a felhasználása testeti döntés után történhet meg. A költségvetés, mint az önkormányzatnak talán legfontosabb rendelete, nagy munka volt az összeállítása, és elhangzott a köszönetek a pénzügyi csoport dolgozóinak, illetve a bizottsági tag is, aki részt vett a költségvetésnek az összeállításában. Kapecska Ferencnél van szó. Itt végül is a bizottság a néhány tétellel módosított költségvetési rendeletet 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadás javasolja a képviselőtestület számára. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kérdés? Hozzászólás? Vélemény? Tessék. Tisztelettel köszöntök mindenkit. Nekem 2 javaslatom lenne a költségvetési tervezettel kapcsolatban. Az egyik az szerintem mindenki előtt ismert lesz a sportegyesületek támogatásával kapcsolatban. És az is mindenki előtt ismeretes, hogy volt ugye egy egyesület részéről egy pályázaton kívüli támogatási kérelem, ami elutasításra került a testület részéről. Azzal az indoklással, hogy pályázaton kívül nem szeretnénk támogatni az 1.300.000 forintos kérelmet az RRT részéről az extrém naphoz. Nekem az lenne a javaslatom, hogy ez a 4.200.000 forint betervezett sportegyesület támogatásának az összege, ez kerüljön megemelésre ezzel az 1.300.000 forinttal, mert amennyiben most nem emeljük meg, vagy nyilván bármikor lehet költségvetést is módosítani, de rugalmasabb lenne talán most az összeállításnál. Tehát ha nem emeljük meg, akkor már a lehetőségét is kizárjuk annak, hogy ezt a lehetőséget, amit ugye egy picit nyitottan hagytunk, vagy hagyott a testület azzal a döntéssel, hogy pályázaton kívül nem szeretné támogatni, azért ebben benne van annak a lehetőség, hogy a pályázatban ezt még a civil szervezet majd be tudja tervezni, vagy meg tudja igényelni. Ezen az egyik javaslatom, a másik pedig az, hogy pénzügyi bizottsági ülésen a gyermekszületési támogatás 50.000 forintról az eddig megszokott 25.000 forintra vissza lett módosítva. Én ezt soha nem is értettem a
temetési segéllyel szemben, hogyha egy temetési segély 50 ezer forint, akkor egy születési támogatás miért csak a fele. Úgyhogy ezt is javasolnám, hogyha 50 ezer forintra megemelnénk. Köszönöm szépen. Köszönöm. Van még valakinek? Nincs, akkor én szeretnék csatlakozni a... Ja, parancsoljon. Nem, nem. Szeretnék csatlakozni Varga Dágy képtársamhoz. Én is ezt el szerettem volna mondani mindkettőt. Valóban úgy, ahogy én nagyon sajnálom, hogy aki elhunyt, annak fizetünk 50-et, de nem se nem tőle. Viszont a gyermektámogatást én is szeretném 50-re felemelni, ugyanannyira legalább. A másik, hogy elhangzott ugye a Volánnak a elmaradott költségbe, vagy befizetése egy pénztár után. Megvan a szerződés, pénzügyes kolléganaim elküldték a számlát nekik, úgyhogy ez rendezve lesz hamarosan. Remélem, hamarosan a pénz is megjelenik a számlánkon. Hogy én is kérem, hogy ebbe egy bölcs döntés szülessen ebbe a két kérésbe. Akkor módosít, igen? Nagyon rövidet szeretnék. Persze. Én már többször nem szeretném ezt a vitává fokozni egyébként a két javaslatot. Ami egyébként, hogy válaszoljak erre, mert többször hangzott a pénzügyi bizottság elnökének a részéről, hogy azért több a temetési támogatás, mert ez egy viszmajor esemény, tehát az előre nem látható esemény. Ugye a babának a megszületése, ott azért elvileg tervezhető, legalábbis a 9 hónap magasságában, hogy a baba meg fog születni. Nyilvánvaló, azzal én annak idején bábáskodtam ennek a születési támogatásnak a bevezetésénél. Nyilvánvalóan egy babának a megszületése, ez mindenképpen anyagi terhet ró. Hát ez az összeg, ez körülbelül az első havi pelenkát fedezik, mondjuk, azt talán ebben a történetben. Én azzal a véleménnyel értek egyet, ebben egyébként én nem szeretnék összevitatkozni senkivel, ezer véleményt ismerek. Számtalan támogatása van az önkormányzatnak, és hát pontosan ott alakult ki annak idején egy kompromisszum, hogy még más csatornákon a valóban rászorulókat lehet, nem menjek messzire, itt ül közöttünk a Szociális Bizottságnak az elnöke, illetve hát a tagjai, ti is azok vagytok, ti tudjátok legjobban, mert én oda nem járok, hogy pont az az a hely, ahol viszont differenciáltan olyan kérelmeket lehet elbírálni, illetve kéréseket támogatni, amelyek valóban oda kerülnek, ahol a rászorultak vannak. Éppen ezért nem vagyok pontosan az egyenlő támogatásoknak a híve, mert a gazdagok általában észre se veszik, hogyha támogatják őket, a valóban rászorulók azért azok jobban veszik észre azt. Én szerintem valahogy úgy kéne ezt csinálni, hogy oda irányítsuk a támogatásokat, ahol valódi szükség van rá. Föl lehetne ezt emelni, tehát ezt lehetne fokozni ezt a vitát a csillagos égig, tehát ez mindenkinek jó lesne, hogy akkor emeljük meg ne 50-re, hanem 100-ra, meg 200-ra, és akkor utána lehetne egy ilyen licitet tartani. Én ennek nem volnék a híve, annak volnék a híve, hogy a többi egyéb más támogatási lehetőség, ti tudjátok a legjobban, hogy minden hónapban a Szociális Bizottságon mekkora összegek kerülnek kiosztásra, azt ti tudjátok a legjobban. Köszönöm szépen. Köszönöm. Igen, elnök úr. Igen, tehát itt a születési támogatás az tavaly lett megemelve. Pontosan olyan okokból, hogy ugye annak idején előtte nem volt emelve egy darabig, és akkor tavaly lett megemelve, és nem véletlen volt az, amit itt a polgármester is feszegetett, hogy a temetési támogatás még egy picivel jobban lett megemelve. Pontosan olyan ok miatt, hogy a temetési költség az igen megterelő és váratlan szokott lenni általában egy család életében. Tehát ez, annak idején ezt a vitát lefolytattuk, és ezért lettek az arányok így megállapítva. Valóban így van, hogy aki viszont rászorult, annál pedig a szociális kiadásoknál lehet, illetve a szociális támogatásoknál lehet egy komolyabb összeggel is támogatni, akár a gyermekszületés körüli helyzetben is a családokat. A sporttámogatással kapcsolatosan én azt gondolom, hogy bármikor, tehát mindig azt az elvet követtük, hogy van egy beállított összeg a költségvetésben, és majd meglátjuk, hogy milyen összegekre pályáznak az egyesületek, pályáznak egyáltalán, és ha igen, akkor utána sincs akadály annak, hogy ha olyan igények jönnek be, hogy utána emeljük meg. Tehát ennek elébe menni szerintem így nem érdemes. Még egy dolgot szeretnék felvetni, tehát az ilyen jellegű konkrét javaslatok,
Pontosan azért van ugye minden ilyen anyagnak bizottsági vitája, hogy én azt szeretném kérni, hogy ha mindenki, aki most itt van, ott ült a bizottságülésen, és ha van konkrét javaslatot, elhangzik, bizottság megtárgyalja, meghányja, veti érvek jobbra-balra, részletes vitát lehet folytatni, hát erre szolgál a bizottságülés, és akkor ott kikristályosodnak az álláspontok. Tehát az lenne a célszerűbb, ha valakinek ilyen konkrét javaslata van, azok ott hangoznának el. Köszönöm szépen. Köszönöm. Tessék, János. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtestület, tisztelt hölgyeim és uraim. A magam véleményét mondanám, ugye úgy elhangzott Szájbői főorvos úr részéről. Valóban így van, hogy a szociális támogatásnak a rendszerét, ugye azt a szociális, önkormányzatok a szociális rendeletet tartalmazza. Valóban így van, tavaly lett felemelve, hogy a születési támogatás 15 ezerről 25 ezer forintra, és a temetési segély ugye pedig 50 ezer forintra. Én is úgy látom, és úgy is gondolom, hogy nem lehet egy kaptafára hozni mindenfajta támogatást, hogy jön, akkor összeg járjon erre is, meg arra is. Bizonyos differenciáltságot vélemény szerint kell, hogy tartalmazzon. Ez egyik dolog, a másik. Én úgy gondolom, hogy, és ezt nyugodtan, bátran merem állítani, ha nem igaz, akkor megcáfoljátok, hogy a Szociális Bizottság az elmúlt években, sőt mondhatom azt, hogy több évre visszaemlőleg, több ciklusra visszaemlőleg is rendelkezett a költségvetési tehát az elfogadott költségvetésekben akkora keretösszeggel, amelyből mindenfajta kérelemnek, amelyek megalapozottak voltak, ugye a kérelmezők részére helyt tudott adni. Én úgy gondolom, hogy a mostani költségvetési tervezet is ugyanezt tehát a szociális fehér része tartalmazza ugyanakat a számokat, keretösszegeket, amelyet a korábbi évben is képviselőtestület elfogadott, amely minden szempontból és minden körülmények között garantáltan biztosította azokat a lehetőségeket, azokat a támogatási lehetőségeket, amely a Szociális Bizottságnak a jogkörében benne van. Én ezt így gondolom a jövőben is, tehát magam részéről ennyivel szeretném csak kiegészíteni, és magam részéről megköszönöm még egyszer én is azoknak a munkáját, akik a költségvetés összeállításában, elkészítésében tevőlegesen is részt vettek. Köszönöm szépen. Köszönöm. Tessék. Egy dologgal szeretném kiegészíteni az elhangzottakat itt a gyermekszületési támogatással kapcsolatban a kezdeményezőknek. Úgy, ahogy elnök úr elmondta, a bizottsági ülésen illet volna teljes körű tájékoztatást adni. Most rákerestem, ugyanis gyermek születése esetén az állam anyasági támogatást biztosít az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225%-ával 2018-ban 64.125 forinttal. Ezen túl természetesen megfelelő feltételek esetén családi pótlék is folyósítódik és indul, tehát 90 ezer forintban részesül önkormányzati támogatásból és központi támogatásból egy születendő gyermek szülője. Én azt gondolom, hogy ez a bőven elegendő, nem szükséges. A helyi adófizetők pénzéből jobban finanszírozni ezt. Temetési segélynél nincs központi támogatás senkinek, és már elhangzottak az érvek, hogy ez egy másféle élethelyzet. Tehát azt gondolom, hogy kormánypénzből és önkormányzati pénzből a gyermektámogatás megfelelően biztosítva van, csak szükségesnek tartom erre fölhívni a figyelmet, mert hát ezt hozzá kell adni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Valaki? Nincs. Akkor aki a rendelettel egyetért? Módosított. Ja, módosított. Akkor aki megszavazza azt, hogy kettőt szavazunk, akkor hogy egyszerre sportolóknak és a motorosoknak 1.300.000 legyen beletéve a költségvetésbe. Aki ezzel egyetért, kettő igen, aki nem, egy, kettő nem, aki tartózkodik, kettő tartózkodás. Jó, köszönöm. És aki a születési támogatást 25-ről 50-re javasolja, kettő igen, aki nem, kettő nem, tartózkodik, kettő. Köszönöm szépen. És akkor most jön a rendelettel, aki egyetért. 1, 2, 3, 4. Aki nem, 2 nem. Tartózkodás nincs. Köszönöm szépen. Következő napja a gyermek és szociális étkeztetés térítési díjának megállapítása. Parancsolnak úr. Köszönöm. Január hónapban ugye felül kellett vizsgálnunk gyermek és a szociális étkeztetés térítési díjáról szóló rendeletünket. Ez a januári testületülésen meg is történt. Majd február elején érkezett egy levél a vállalkozótól, aki a központi konyhát üzemelteti, és kéri az étkezési
fogyasztói áraknak az 5%-os emelését. Kérelmét azzal indokolta, hogy a minimálbér, illetve a garantált bérminimum emelkedését próbálja ezzel kompenzálni. Megnézve a rendelet számait, ez tulajdonképpen a egyes tételeknél körülbelül 5 és 30 forint közötti emelkedést jelent, tehát nem egy nagyon durva emelésről van szó. Végül is a bizottság ülésen, ugye itt azt hangzott el, hogy némi késéssel jelezte ugyan a vállalkozó ezt a szándékát, de a bizottság végül is az érveket elfogadva 6 egyöntetű igen szavazással a rendelet elfogadását javasolja a képviselőtestületnek, illetve a határozati javaslatban szereplő megállapodás jóváhagyását is elfogadja, valamint a vállalkozási szerződés módosítását is. Mind a hármat egyhangú 6 igen szavazattal támogatta a bizottság. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ez valakinek kérdés, hozzászólás, vélemény nincs. Akkor itt fogunk hármat szavazni. Először is a rendeletnek a megalkotására, aki ezzel egyetért a rendelettel. 6 igen szavazat, köszönöm. Aztán hatáti javaslat úgy szól, Rétságváros önkormányzat képviselőtestülete megtárgyalta a szociális étkezés igénybevételről szóló megállapodás módosításáról szóló előterjesztést. A képviselőtestület határozat megléghetett képező megállapodást jóváhagyja. A 86/2015 522 KT határozata elfogadott szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás szakmai programjának 1/2 számú melléklete helyébe jelen határozatban elfogadott melléklet lép. Aki ezzel egyetért, ez a megállapodás. 6 igen. És akkor van egy másik, a harmadik azt mondja, hogy mi úgy szól, Rétságváros önkormányzat képviselő testülete megtárgyalta az ebben talált szolgáltatót, rétkorlátolt felelősségtársasággal Rétság illetékessége területén közétkeztetés biztosítására megkötött szerződés 4-es számú mellékletének módosításáról készített előterjesztést. A képviselőtestület a határozat mellékletét képező vállalkozási szerződés 2-es számú módosítását, mely az eredeti szerződés 4-es számú mellékletét módosítja, jóváhagyja, tehát az egyezésen a polgári szerződés megkötésére, aki ezzel egyetért. 6 igen, köszönöm szépen. Következő napirend megbízási szerződés és belső ellenőrzési terv elfogadása. Parancsolom. Igen, szintén a januári ülésünkön fogadtuk el Elhage Juditnak a pályázatát belső ellenőri tevékenységre, aki a testületi döntést követően elkészítette a megbízási szerződésének a tervezetét, illetve a 2018 évet érintő belső ellenőrzési tervet. A bizottság ülésen ezzel kapcsolatosan az hangzott el, hogy néhány javítás történt az anyagban. A hozzászóló elmondta, hogy tetszik a benyújtott terv, ha ezt végrehajtja, akkor már sokkal többet kapunk, mint ami eddig a korábbi belső ellenőr részéről megvalósult. Végül is bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadás javasolja a határjavaslatnak megfelelően. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Kérdés, hozzászólás, vélemény nincs. Rétságváros önkormányzat képviselőtestülete megtárgyalta a megbízási szerződés és belső ellenőri terv elfogadására készített előterjesztést. A képviselőtestület a határozat mellékletét képező Elhág Judittal belső ellenőrzési tevékenységre kötelező megbízási szerződés jóváhagyja. Felhatalmaz az egyesült polgármester szerződés aláírására. A képviselőtestület a határozat mellékletét képező 2018 év belső ellenőrzési tervet elfogadja. Aki ezzel egyetért? 6 igen, köszönöm szépen. 4-es víziközművéleti üzemeltetési szerződés jóváhagyása. Parancsnok úr. Köszönöm szépen, ezt a szerződést már tulajdonképpen a tavaly októberi ülésünkön tárgyalt a képviselőtestület. A jóváhagyást követően még néhány ponttal kiegészült ez a szerződés, tehát a módosítás miatt van szükség arra, hogy újra tárgyaljuk a szerződés tervezetet. Mind a három módosítással a bizottság egyetértett.
és javasolja a új bérleti szerződés ebben a formában történő elfogadását 6-1 ilyen szavazattal. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kérdés, hozzászólás, vélemény nincs. Határozati javaslat: Rétságváros önkormányzat képviselőtestülete megtárgyalta a DMRV-vel kötendő az ivóvíz rendszer és szennyvízrendszerre vonatkozó bérleti üzemeltetési szerződéseket, és azt jóváhagyja. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező víziközmű bérleti üzemeltetési szerződést aláírja. A képviselőtestület 23/2017-10-27 KT határozatot a módosítás és ismételt jóváhagyás miatt visszavonja. Aki az egyetért? Hát igen, köszönöm szépen. 5-ös árajánlat és vállalkozási szerződés utólagos jóváhagyása telekkialakításra. Parancsnok úr. Köszönöm szépen. A januári ülésen döntött a képviselőtestület arról, hogy a volt laktanya területén kialakítandó mentőállomás tervezési munkáinak a megkezdéséhez szükséges telekalakítási munkákat meg kell rendelni Dombai Gábor földmérőtől. A munka elvégzésre került, és a változási vázlatban kijelölése került egy 788 négyzetméternyi terület, a tűzoltóőrs mögötti területen, közvetlen a Laktanya út mellett. Erre a területre lehet majd tervezni, ha megvalósul a rétsági mentőállomás. A bizottság egyöntetű 6 igen szavazattal elfogadás javasolja a határozati javaslatot. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kérdés, hozzászólás, vélemény nincs. Rétságváros önkormányzat képviselőtestülete megtárgyalta az árajánlat és vállalkozási szerződés utólagos jóváhagyásáról készített előterjesztést. A képviselőtestület a volt laktanya területén megépítendő mentőállomás tervezési munkáinak előkészítése érdekében Dombai Gábort, geodéta 138 ezer forintos árajánlatát elfogadja, és a vállalkozás szerződését utólag jóváhagyja. A telekkialakítási munkák költségét a 2015-i költségvetésben szerepeltetni kell. A képviselőtestület a Dombai Gábor földmérő mérnök által 356/42 és 356/58 helyzőszámú földrészletek határrendezéséről készített 5/2/2 munkaszámú változási vázrajzot jóváhagyja. A megépítendő mentőállomás céljára a változási vázrajzon 356/62 helyrajzi számmal jelölt 788 négyzetméter nagyságú területet jelölte ki. Aki az egyetért? Hát igen, köszönöm szépen. 6-os zöldváros pályázat tervezői munkáira érkezett eljártok elbírálása. Én a január havilésen döntött a testület arról, hogy a zöldváros pályázat tervezői munkáira be kell kérni 3 árajánlatot, illetve hozzájuk kapcsolódó szerződés tervezeteket. Ezek megérkeztek. A legkedvezőbb a 3 benyújtott ajánlat közül a Kovaterv Kft.-jé. A projekt költségvetésébe a pályázatíró a részletek ismeretében tervekre, tanulmányokra bruttó 18.669.000 forint díjat szerepeltetett. A Kovaterv ajánlata ez alatt marad, tehát mindenképpen előnyös, és a bizottság végül is 6-1 döntetű igen szavazattal a határjavaslat elfogadását javasolja a képviselőtestület számára. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kérdés, hozzászólás, vélemény. Határozati javaslat: Rétságváros önkormányzat képviselőtestülete megtárgyalta a zöldváros pályázat tervezői munkáira érkezett árajánlatok elbírálásáról készített előterjesztést. A képviselőtestület a pályázat végrehajtása érdekében a Kovaterv Kft.-t bízza meg a tervezési munkák elvégzésére. A képviselőtestület határozat mellékletét képező megbízási szerződést jóváhagyja, felhatalmazza az egyesületi polgármestert a szerződés aláírására. Aki az egyetért? Hát igen, szavazat, köszönöm szépen. 7-es zöldváros pályázat közbeszerzésére érkezett árajánlatok elbírálása. Parancsnok úr. Igen, köszönöm. A testület szintén a januári ülésén döntött, hogy a zöldváros pályázat közbeszerzéseinek a lebonyolítására 3 árajánlatot, illetve szerződés tervezeteket kell bekérni. Ezek szintén megérkeztek. Legkedvezőbb ajánlata a Márkus és Társai Kft.-nek van, 4.572.000 forint áfával együtt.
A projekt költségvetésébe a pályázat író részletek és a közbeszerzési eljárások ismeretében bruttó 4.635.500 forintos díjat szerepeltetett. Hát ez az összeg is, amit kaptunk árajánlatnak, ez alatt marad. És a projekt költségvetése ezzel az összeggel került elfogadásra. A költségvetési korlátnak egyedül ez a cégnek az árajánlata felel, meg a másik kettő az fölötte volt. Úgyhogy a bizottság végül is vita nélkül tulajdonképpen a határt javaslatot elfogadását javasolja 6 egyöntetű igen szavazattal a képviselőtestület számára. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kérdés, hozzászólás, vélemény? Nincs. Rétságváros önkormányzat képviselőtestülete megtárgyalta a zöldváros pályázat közbeszerzésére érkezett árajánlatok elbírására készített előterjesztést. A képviselőtestület a pályázat végrehajtása érdekében a Márkus és Társai Kft. Közbeszerzési tanácsadót bízza meg a közbeszerzési munkák elvégzésére. A képviselőtestület a határozat mellékletét képező megbízás szerződést jóváhagyja, feladat az engedésre a polgármester szerződés aláírására. Aki az egyetért, 4 igen, aki nem, 1-2 nem, köszönöm szépen. Azt mondja, hogy 8-as áráját elfogadása műszaki lebonyításra a zöldváros pályázathoz. Parancsolnok úr. Igen, hát itt a tavaly december 15-i testületülésen tárgyaltuk első alkalommal a zöldváros pályázat előkészítéséről szóló előterjesztést. Akkor az ülésen az a döntés született, hogy a város részéről legyen, aki műszakilag segítse ezt a pályázat megvalósítást. Árajánlatot kell kérni Majoros Sándortól, aki a Városközpont rehabilitációs pályázat kapcsán volt műszaki ellenőr az akkori pályázatnál. Munkájával minden közreműködő, mind a megrendelő önkormányzat, mind a tervező maximálisan elégedett volt. Felkérése megérkezett a válasz, az árajánlat, illetve egy hozzá kapcsolódó megbízási szerződés. Ezeknek a pontosítása történt meg a bizottság ülésen, és a bizottság tekintettel arra, hogy itt közel 3 éves fontos pályázatról van szó, és a vállalási ára teljes megvalósulási időszakot tartalmazza, a elfogadás ajánlja a képviselőtestület számára mind az árajánlatot, mind pedig a hozzá kapcsolódó megbízási szerződés tervezetet. 6 egyöntetű igen szavazattal. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kérdés, hozzászólás, vélemény? Nekem talán annyi, hogy ezt lehet, hogy először elkezdtük, hogy vegyünk fel egy műszakügyintézőt, lehet, hogy ezek nem kerültek volna költségbe. Mind ahogy az előző napi rendszer is, ugye mindig ugyanaz ember, és tudom, hogy van tőle olcsóbb, és lehetne megtakarítani, de ez a múlti Rétságváros önkormányzat képviselőtestülete megtárgyalta. Ja, parancsolj! Igen. Tehát gyakorlatilag az, hogy műszakügyintéző, ez már régebbi téma. Én azt gondolom, hogy ezzel a úrral jól járunk. Mindenképpen jól járunk, egy műszakügyintézőnél valószínűleg ez az ember képzettebb, illetve most teljesen mindegy, ismerem a munkáját annak idején a városra a pályázat kapcsán. Azt gondolom, hogy valóban egy olyan műszakilag nagyon otthon nevű mérnökről van szó, aki ezt a munkát tényleg sokat gyakorolt és el tudja végezni, sokkal jobban el tudja végezni, mint egy fölvett műszakügyintéző, aki ezekkel a képességekkel nem biztos, hogy rendelkezne. A másik pedig, amit mondasz itt a közbeszerzési eljárásnál is, én azt gondolom, hogy biztos mindennél van olcsóbb ajánlat. Olcsó húsnak híg a leve, szokták mondani. Én azt gondolom, hogy aki a pályázatot megírta nekünk, az kiszámolta azt, hogy erre a feladatra mennyi összeget kell fordítani. Na most, ha az ajánlat ez alatt marad, akkor én azt gondolom, hogy mivel a szakember írta meg, és egyáltalán nem a város ellen próbál dolgozni, feltételezem, hanem a város érdekében, tehát én azt hiszem, hogy ez semmiféle hátrányt a városnak nem jelent, sőt előnyt, mert egy a lényeg, hogy jogszerű és pontos legyen a végrehajtása a közbeszerzésnek is, meg a műszaki
felügyeletnek is, és ehhez olyan emberek kellenek, akik valóban ebben otthon vannak, és nyilván itt ugye a pályázatnál ez a pénzügyi rész, ezt ki kell domborítani, hogy nem véletlenül volt beállítva annyi amennyi, és ezek a árajánlatok közül az egyik az ennél olcsóbb volt, tehát azt gondolom, hogy megvan a színvonal is, a minőség is, és az összeg is alatta marad a tervezetnek. Köszönöm szépen. Köszönöm. Igen. Kicsit folytatva ezt a gondolatot, de nagyon röviden, mert polgármester úr, szerencsére, hogy hála Istennek, te még nem tudsz róla, de szerintem a létező legjobb, vagy elérhető, legjobb műszaki ügyintézőt fogod kapni Majoros Sándor személyében, aki rendkívül karakán, rendkívül normális, és nagyon tudja a szakmát. Én tanulja voltam másfél éven keresztül annak a munkának, amit itt végzett egyébként. A teljes mellszélességgel képviselte az önkormányzatnak az ügyeit. Olyan programokat vitt végig, ami egészen meg, most nem akarok itt ezzel mutatni, hogy mit, hogyan nem vett észre a kivitelező meg, hogy mik történtek az ő vezénylete alatt, és hogy mi a sok. Nyilvánvalóan első ránézése itt egy 10 millió forintos összeg soknak tűnik, egyébként 500 millió forintos programban ez arányos, mint ahogy láttuk már a beállított összegeknél, de 3 évig fog dolgozni. Tehát az egyébként, hogyha egy ilyen mondjuk építész technikus ügyintézőt nézünk, akkor annak is a éves bére arányosan körülbelül így jönnek ennek az egyharmadára. Most nem akarok ebbe belemenni, Majoros Sándor, biztos vagyok benne, hogy éjjel-nappal felhívhatod, kérheted a tanácsát, és biztos vagyok benne, hogy dolgozni fog. És azzal aztán meg maximálisan egyetértek, hogy azzal tudjuk butítani a közvéleményt, hogy de van olcsóbb. Hogy a pályázatírók nem véletlenül állítanak be, mert csak azért is kényes téma, mert mostanában állandóan ezekkel a pályázatokkal foglalkozik a média, mondjuk hála Isten, hogy nem a helyi önkormányzatokkal, mert itt nincs mit keresni, de hogyha beírnak ide közel 5 millió forintot, és arra mondjuk valaki véletlenül idehozni egy 500 000 forintos árajánlatot, hát azért az megmosolyogtató volna véletlenül mindannyiunk szemében. Én szerintem a pályázatírók, ahogy mondta a pénzügyi bizottság elnöke, szakemberek, eddig még mindig körülbelül életközeli összegeket találtak ki, ezt általában az árajánlatoknál szoktuk észrevenni, hogy eltávolodnak az élettől, de nem volt még erre példa. Köszönöm szépen, fogadjuk ezt. Köszönöm. Pont a te időszakodban a polgármester úr volt a Szokai Laci, aki a tizedekért dolgozott, és tisztességgel hiszem, hogy volt a munkájában kifogás, ugye? Nem volt. Ugye nem volt, mert tisztességesen is az egy tizedét dolgozott, pedig nagy beruházás volt. Na mindegy. Egyszer. A másik ugye az előnye annak, ha van nekünk saját emberünk, az valóban tudja azt, hogy egy tégla mennyibe kerül, meg egy téglát mennyit lehet enni. És tudná a kivitelőket ellenőrizni, és nagyon sok pénzt megett van az elmúlt beruházásokban is takarítani. Ezt akartam ezzel az egészen mondani. Csak példát veszek, ha buszöbölből kijönnek a buszok, most meg lehet nézni megint, hogy hol van, ugye abból el lett véve x 10 millió forint, és meg lett, hogy előbb-utóbb vissza kell bontani az egészet, mert végszakad az egész út. Úgyhogy, és ennek is ő volt a műszaki, én nem becsülöm le munkát, mert nem ismerem, ti dolgoztatok vele, de némi. A műszaki ügyintéző, meg a kivitelező azért az nem teljesen ugyanaz, akkor abban, tehát ebben nem menjünk vissza, akkor majd újra kell kérni ennek a kijavítását, most már világ, bocsánat, van, most, beszélek. Most már látjuk azt, hogy a hátsó kerék meghajtású busz, hát van itt közöttünk, aki ez jobban ért. Nyilvánvalóan akkor ezt nem kalkulálták, vagy ez az út nem erre lett tervezve, én most nem mennék vissza az időbe. Ne tévesszük meg a közvéleményt, hogy van olcsóbb. Szokolai László egyébként annak idején az ő munkája meg lett versenyeztetve, vissza lehet keresni, milliós tételekért dolgozott. Ugyan közbeszerző, de igen, ott van, meg lehet nézni. Voltak ilyen 2-300 000 forintosok, de ott olyan az összegszerűség is annyi volt, de mondjuk egy játszótér közbeszerzés is 1,5 millió forint volt annak idején. Köszönöm. Tessék. Csak nagyon röviden itt, hogy mi az olcsó, meg mi a drága, ezek érdekes kérdések. Én úgy gondolom, hogy a Rétségvárosi Képviselőtestület az elmúlt években, tehát ebben az időszakban is, meg az előzőekben is mindig a beérkezett árajánlatokból próbálta és igyekezett kiválasztani a legmegfelelőbbet. Természetesen ebbe szerepelt a legolcsóbb is. Hát van, ahol ezt nem így csinálják, hanem a legdrágábbat választják, sőt, én rá is tesznek egy lapáttal, de most ebben nem menjünk bele. Én úgy gondolom, hogy azok a közbeszerzési eljárások, amit ugye itt a most a pénzügyi javaslat alapján a Márkus és társa Kft. Elvégzett, az ellen semmifajta kifogást nem emeltek, sem felső szervek, sem ugye más egyéb pályázók, illetve résztvevők. Tehát valam részéről ezt látom garant,
oficiálisnak, vagy garantáltnak, hogy olyan ember kapja a megbízást, aki minden szempontból eleget tesz a törvényes feltételeknek, eljárásoknak és a jogszabályoknak, mert ezekből lehetnek kellemetlen kérdések a későbbiek folyamán. Magáról pedig itt ugye a Majos úrnak a szeméről, én magam is azt tapasztaltam, amikor itt ezek a kivitelezési munkátok folyamatban voltak, majd lelkismeretesen precízen kérte számon, hogy a kivitelezőtől, hogy a feladatokat. Én bízom benne, hogy most is így lesz, hiszen úgy, hogy itt a alpolgármester is mondta, vagy valamitek mondta, hogy közel 500 millió forintos beruházásról van szó, amit számon lehet rajta kérni a munkálatoknak a során, ugye elkövetkező 3 évben, hiszen erről szóval a történet. Köszönöm szépen. Én se a szakmaiságát becsülöm nem az embernek, hanem csak, hogy az önkádnak az érdekeit nézve hoztam ezt az én véleményem. Parancsolj! Egy fél mondatot muszáj hozzátenni, mert megint félrevezetjük a közvéleményt, ha nem hangsúlyozzuk ki, hogy a közbeszerzési lebonyolításnak az összegét a pályázat teljes egészében fizeti. Bele van tervezve a pályázatba, ha az olcsóbb lenne, a megmaradó pénzt nem használhatnánk másra, nem tudjuk lehívni. És hát a többiek hozzászólását a mostani napi rendben nem nagyon egészíteném ki, de az lenne nekünk a nagyon drága, ha egy olcsóbb szakember nem olyan szemmel látná a feladatot, mint a majoros úr, és akkor plusz visszafizetések, plusz költségek, pályázaton felül megjelenő kiadások, egyebek jelennének meg, mint ahogy erre többször volt példa, hogy plusz igények jelentek meg, na ő ezt kézben tartja, hogy ilyen ne legyen, na az lenne a drága, így ez lesz az olcsóbb. Köszönöm a szót. Jó. Akzár szavazás következik, vagy még tetszik? Igen. Beszélni. Akkor előtte elmondom. Ez ami nem igaz, Kacsa, már amit megtakarítunk, azt el tudjuk használni, ezt te tudod legjobban, mert van ebben ingatlanvásár, kezdve minden, és pontosan azért dönt a bizottság úgy, hogy megmaradjon a... Na jó, ez a nevét tudom, mert nem itt tartok. Igen, egy nagyon rövid szerintem, tehát azt itt nem tudjuk megmondani ennél az asztalnál, hogy mit, hová lehet átcsoportosítani, ezt bízzuk a pályázatírókra, mert ők szokták ezt tudni, mert nem mindent lehet átcsoportosítani. Valahol eltűnik a maradvány, van, amit át lehet odavinni. Ezt meg fogjuk tudni. Én egy rövid intelmet szeretnék magunkkal veletek megosztani, mint annak idején még Kapecska Ferencnél jegyzőasszony, és akkori képviselők, netán lehet, hogy pénzügyi bizottság szünetében volt, már nem tudom, akkor azt mondta, hát hogy Zoli, persze neked aztán sokszor nem tetszik a képviselő testület, meg a pénzügyi bizottság véleménye, de azt jegyezd meg jól, hogy amíg mi itt vagyunk, addig te neked biztos, hogy nem kell börtönbe menni. Én szerintem ez mai napon is jó ez a mondat. Köszönöm szépen. Ja, mondatom, én nem kérlek. Tehát ha már közbeszerzésről beszélünk. Jó, Rétságváros önkormányzat képviselőtestülete megtárgyalta a Zöldváros pályázat műszaki lebonyítására két árajánlat elfogadására készített előterjesztést. A képviselőtestület Majoros Sándor egyéni vállalkozó 10 millió 600 ezer forintos árajánlatát, mely a projekt teljes megvalósulása időszakára szól, elfogadja. A vállalkozó díjat a 2018-2020 évi költségvetésekben a megvalósítás üteme szerint biztosítani kell. A 2018 évi költségvetésben a 3 millió 900 ezer forint vállalkozó díjat ütemezni kell. A képviselőtestület határozat mellékletét képező megbízási szerződést elfogadja, feladat az Egyezős Ferenc polgármester szerződés aláírására. Aki egyetért vele, négy igen, aki nem, az nincs, tartózkodik. 2 tartózkodás. Köszönöm szépen. Közfoglalkoztatási hatósági szerződés megkötésének engedélyezése. Parancsolnak úr. Az önkormányzatnál a február 28-ai nappal a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program szerződése lejárt, és a járási hivatal munkaügyi rendeltségének a tájékoztatása alapján lehetőség van pályázni, vagy lesz pályázni, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására. A támogatás időtartama maximum 4 hónap lehet, tehát az időtartam március 1-től június 30-áig tart. A bér és járulék támogatás 100%-os. A bizottság természetesen 6 egyöntetű ilyen szavazattal támogatja ezt a lehetőséget, ha már van, akkor ki kell használni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ez kérdés, hozzászólás, vélemény nincs. Ha tehát javaslat
Hétségváros önkormányzat képviselőtestülete megtárgyalta a közfoglalkoztatás támogatás hatósági szerződés megkötésének tárgyában készült előterjesztést. A képviselőtestület támogatja, hogy 100%-os állami támogatás mellett 2018-03-01-től 06-30-ig 20 fő közfoglalkoztatott alkalmazásra kerüljön. A képviselőtestület felhatalmazza Egedűs Ferenc polgármestert, hogy a közfoglalkoztatási hatóság szerződést aláírja. Aki ezzel egyetért, 6 igen szólt, köszönöm szépen. Azt mondja, hogy 10-es fakivágásra érkezett árajánlat elbírás és szerződés tervezett jóváhagyása. Parancsolok. Köszönöm. A tavaly szeptember a ülésünkön Walter Károly szakértő vélemény alapján tulajdonosi hozzárulást adott a testület, hogy a Rákóczi Zrínyi utca kereszteződésében levő körülbelül 80 éves kőrisfa kivágásra kerüljön, és az akkori döntés értelmében ezt egy szakvállalkozótól kell megrendelni. Árajánlatot kellett bekérni, megérkezett, egy árajánlat érkezett, Hafner János 110.000 forintért vállalja a fa kivágását. A előzetes egyeztetések alapján a fakivágás a szombati napon körülbelül 14 óra magasságában kezdődne, és vasárnap estig tartana, ugyanis ebben az időszakban ugye a legkisebb a gépjármű forgalom. A bizottság ülésen ezzel kapcsolatosan kialakult egy kisebb vita. Volt olyan bizottsági tag, aki azt fejtegette, hogy nem a vállalkozónak kéne, hogy mi fizessünk, hanem a vállalkozó fizetne nekünk, mert ez egy értékes fa, ami bútoranyagnak, stb. Felhasználható, és több százezer forint értékű. A máskor, más helyeken ezeket a fákat különböző vállalkozások keresik, és pénzt ajánlanak fel a tulajdonosoknak, hogy kivághassák. A hasznos részeket kellene tárolni, és későbbi felhasználásra valamilyen formában az önkormányzatnak. És még legyen hálás is. A másik vélemény az volt, hogy ha megnézzük a beadott árajánlatot, akkor az elfogadhatónak tűnik és kedvező árnak lehet minősíteni, és a hozzászóló azt fejtette ki, hogy az önkormányzat nem igazán alkalmas arra, hogy itt különböző fa részeket megfelelő szakértelemmel tároljunk, kezeljünk, és utána hasznosítsuk, erre az önkormányzat nincsen berendezkedve. Végül is itt még ami felmerült a vitában, hogy mivel a mai ülés napi rendjén szerepel egy másik fának a kivágása is, hogy a vállalkozóval történik egyeztetés arról, hogy esetleg ebbe annak az egy teljesen más természetű kis vékony, igaz, hogy magas fa, annak a kivágása sokkal egyszerűbb, hogy esetleg azt is ki tudná vágni egy lendülettel, nem tudom, az egyeztetés történt-e vagy nem. Nem jött még meg. Még nem. A tervezet szerint ugye szombat-vasárnap kerülne sor, lakókat kiértesíti, az önkormányzat, illetve a rendőrségnek be kell jelenteni, és a polgári őrök is ígéretet tettek, hogy segítik majd a kivágásnál a forgalom irányítását. Végül is a bizottság 5 igen és 1 tartózkodás szavazati arányjal elfogadás javasolja a tárgyi javaslatot. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kérdés. Parancsolj. Nekem csak egy gyors véleményem, nem is kettő. Hát az árajánlat, meg egyébként az elvégzendő munkának a veszélyessége is. Bár ugye az előbb a szaktudásról beszélt a Mezőfi Zoltán polgármester úr a közbeszerzés műszaki ügyintézésével kapcsolatban, akkor azért ide viszonylag, tehát ez egy sokkal veszélyesebb munkakör, ahova azért ez a 110.000 forintos árajánlat nagyon enyhén fogalmazva is ajándék. Én még arra szeretném, vagy azt szeretném elmondani, hogy azért amikor a pénzügyi bizottságin elhangzik egy vélemény, és az jó fénybe tüntet föl egy pénzügyi bizottsági tagot, akkor a neve is elhangzik, úgyhogy szerintem amikor a balgaság elhangzik, akkor is nyugodtan mondjuk el, hogy Gyirasek Károly mondta azt, hogy ezt a fát el kellene adni, és még a vállalkozónak kellene fizetnie azért, hogy ezt kitermelhesse. Köszönöm szépen. Köszönöm. Összefoglalóban, bocsánat, nem szoktam neveket említeni. A kivétel a pénzügynél a költségvetés összeállítása, mert ott a
valóban tényleges, tevőleges munkát végzett az említett bizottsági tagja. Én direkt nem szoktam mondani neveket, mert nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, ami elhangzott az ülésen, úgyhogy... Tehát nem szoktam úgy osztályozni, aki butaságot mondja, mert ilyen, nem vagyok rá. Nem tilos, nem tilos butaságot. Én ítéljem meg, hogy ez volt egy ilyen vélemény, meg volt egy ilyen vélemény, ez kész. Köszönöm. Parancsoljon, Gyilasek úr. A nevem elhangzott ilyen szövegkörnyezetben kénytelen vagyok szólni, mert azt gondolom, hogy a bizottsági vitában sokféle vélemény elhangozhat, ugyanúgy, mint más alkalommal hivatkoztam rá, majd a szavazásnál eldönti a testület, illetve a bizottság, hogy hogyan szavaz. Nem egészen úgy hangzott el, mint ahogy itt ismertetve lett, és különösen itt az idézés. Én azt mondtam, hogy bizonyos esetekben vannak olyan vállalkozások, akik végigjárják a településeket, a diófákat, a körisfákat, a tulajdonostól elkérik, pénzt fizetnek érte, hogy kivághassák. Ilyen volt a mi szomszédságunkban nem is olyan régen. Igen, ezek a fák, most is azt mondom, hogy értéket képviselnek. Mivel demokratikusan állok ezekhez a dolgokhoz, mivel a pénzügyi bizottság ebbe döntött, akkor természetesen nem vitatom most már a döntést, de én azt gondolom, hogy ennek a véleménynek joga volt a bizottsági ülésen, és elnök úr elmondta, hogy nem szokott neveket említeni, elég furcsának tartom, hogy itt megint a személyeskedés kezdődik el, nem kellene, köszönöm. Én is köszönöm, de végül is ez kimondtan erre az egy fára szólt karcsi, ezt fogadjuk el. Ha tehát a javaslat úgy szól, azt mondja, hogy Rétségváros önkormányzat képviselőtestülete megtárgyalta a fakivágásra érkezett árajánlat elbírásáról és szerződés szervezet jóhagyásáról készített előterjesztést. A képviselőtestület Hafner János vállalkozó 110 fontos árajánlatát elfogadja, a Rákóczi út az Zrínyi utca kereszteződésén lévő egy darab kb. 80 éves kőrizsfa kivágására. A képviselőtestület a határozat mellékletet képező vállalkozási szerződést jóvá hagyja fel, az Hegedűs Ferenc polgármester szerződés aláírására, aki ezzel egyetért. Hat igen szalt és egy kis technikai szünetet rendelek el, 10 perc dohányzat. Akkor következő 11-es selejtezési kezdeményezések, parancselnök úr. 2012, illetve 2013-as években, amikor feladatellátási átszervezések voltak, eszközöket adtunk át a Rétsági Általános Iskolának, illetve a járási hivatalnak. Ezek használt eszközök voltak. Most mind a két intézmény vezetője jelezte, hogy selejtezéseket hajtanának végre, melyek érintik ezeket az átadott eszközöket, bútorokat, és a felsorolt eszközök szerintük nullára íródtak az évek során, és a tulajdonosi hozzájárulást kéri a két intézmény vezetője a selejtezések elvégzéséhez, illetve megsemmisítéshez. A gondoskodnának a elszállításról is. A bizottság ülésen itt szintén két vélemény ütközött. Az egyik vélemény szerint alaposabban át kellene nézni ezeket a leselejtezésre kerülő eszközöket, különösen a laptopokat, illetve a különböző ilyen elektronikai eszközöket, hogy melyik esetleg alkalmas még fénymásoló, illetve számítógépekről van szó, hogy mindenképpen szakember véleményét kéne kikérni, hogy melyik esetleg alkalmas még más feladatra. A másik vélemény az volt, hogy a selejtezést az úgyis úgy kell lefolytatni, a bizottság tételesen megállapítja, hogy miért selejtezendő van szakértő, és a bizottság javaslata után lehet csak selejtezni. Hát itt végül is a bizottság hatát javaslatot 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadás javasolja a képviselőtestület számára. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kérdés, hozzászólás, vélemény nincs. Határozati javaslat Rétségváros önkormányzat képviselőtestülete megtárgyalta a selejtezési kezdeményezésekről készített előterjesztést. A képviselőtestület szakvélemények csatolását követően hozzájárul ahhoz, hogy a Rétsági Általános Iskolában és a Rétsági Járási Hivatalban az önkormányzat tulajdonában lévő elhasználódott eszközök selejtezésre és megsemmisítésre kerüljenek. Aki ezzel egyetért? Hát igen. 12-es pályázat kiírása sport és civil szervezetek 2018 évi támogatására. Parancsolnok. Köszönöm. A képviselőtestület minden évben pályázatot hirdet sport és civil szervezetek támogatására.
illetve támogatás igénylésre, és a munkaterv szerint majd a március ülésen dönt a testület a beérkező pályázatokról. A előző években minden esetben megállapodást is kötöttünk a sport, illetve civil szervezetekkel a támogatás felhasználásáról, és a tapasztalatok azt mutatják, hogy a pénzügyi elszámolásnak a szervezetek maradéktalanul eleget tettek. Elkészült a rendelet előírásait tartalmazó adatlap is, és így valamennyi pályázó egységes formában összehasonlítható adatokkal azonos terjedelemben nyújthatja be a pályázatot. A bizottság a kiosztott hazárt javaslatoknak megfelelően 6 egyöntetű igen szavazattal támogatja a pályázatoknak a kiírását. 3 ilyen pályázat van. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kérdés, hozzászólás, véleményt. 3-at fogunk szavazni. Hétságváros önkormányzati képviselőtestülete megtárgyalta a sporttámogatás pályázati feltételei vonatkozó előterjesztési képviselőtestület 2015 évi költségvetésében tervezett sporttámogatási keretösszeg terhére az alább meghatározott feltételekkel pályázati ki a rétsági sportszeretek támogatására. Vagy felolvasom mind a 3-at, ennyit olvasok be, mert nem szeretném, hogy a feltételeket, és akkor azt együtt szavazzuk, úgyis jó. Azt mondja, a képviselőtestület 2018 évben is támogatni kívánja a helyi nyugdíjas klubok működését, a 2018 évi működés támogatásához benyújtott kérelemnek adatlapnak az alábbiakat kell tartalmazni, ez már nem érdekes. És akkor a 3-as Rétságváros önkormányzatának képviselőtestülete 2019-ben is támogatni kívánja a településen működő civil szervezeteket és közösségeket, ezért az önkormányzat 2018 évi költségvetésében tervezett támogatási keretösszeg terhére az alább meghatározott feltételekkel pályázat ír ki közösségi élet szervezése céljára. Aki ezzel a 3 dologgal egyetért, ha tudunk, köszönöm szépen. Azt mondja, hogy 13-as 2017 évi beszámoló és 2018 évi munkaterv jóvágyása. Parancsol. Köszönöm. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár elkészítette és benyújtotta a 2017 évi beszámolóját, a tavaly elvégzett tevékenységéről, illetve a 2018. évi munkatervét. Az anyagban részletesen taglalják az intézményi felújításokat, ezek eredményeit, nemzeti társadalmi ünnepek rendezvényeit, nagy rendezvényeket, kiállításokat, színházi és zenei előadásokat, részletes statisztikai adatokat is tartalmaz az anyag, szól a könyvtár tevékenységéről és a rétsági televízió működéséről is. A 2018-as év tervezett programairól pedig egy részletes tájékoztatást ad a benyújtott munkaterv. A bizottság ülésen ezzel az anyaggal kapcsolatosan elhangzott észrevételek a következők voltak. Nagyon áttekinthető, részletes és színvonalas anyagot kaptunk, amelyik egy tartalmas munkáról ad számot. A következő hozzászóló kifejtette, hogy az előző évi munka elismerésre méltó, a felújított intézmény színvonalas programok szervezésére alkalmas, mindezeket igen színesen és részletesen mutatja be a megkapott előterjesztés. Az ez évi terv is igen gazdagnak ígérkezik, folyamatosan tartalmaz különféle korosztályok számára több műfajba tartozó rendezvényeket is, elismerés illeti a munkatársakat. A következő hozzászóló szintén azt fejtették, hogy igen színes a beszámoló, sok a saját rendezvény, és teltházas és pótszékes rendezvények nagy számban voltak az elmúlt évben, ez azt bizonyítja, hogy ha van megfelelő műsor, akkor van rá kereslet is, és a környékről is igen sokan járnak ezekre az előadásokra. A vita egyetlen egy tételen alakult ki, a tervezet tartalmazza Ambrus Attilának a meghívását egy könyvbemutató kapcsán. Ezzel kapcsolatosan különböző egymásnak ellentmondó vélemények hangzottak el. Az intézmény majd eldönti, hogy végül is
mit fog csinálni. Ezzel azt az ígéretet tették, hogy át fogják gondolni. A nagyterem szellőzéséről volt még egy hozzászólás, ami ebben az évben mindenképpen megoldandó feladatok közé fog majd tartozni. Végül is a bizottság mind a beszámolót, mind a munkatervet 6 egyöntetű ilyen szavazattal elfogadásra javasolja a képviselőtestület számára. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kérdés, hozzászólás, parancsolj. Nagyon röviden. Hát én magam részéről csak azt tudom elmondani, hogy én igen sokat megfordultam, hogy az elmúlt években a művelődési házban különböző rendezvények és más egyéb feladatok megbeszélése és pontosítása során. Én azt tudom elmondani itt a beszámolóhoz kapcsolódva, ami valóban részletes, tartalmas anyag, minden területet átölel is tartalmaz, hogy a művelődési ház dolgozói igen széles együttműködést valósítottak meg, és bízom benne, hogy valósítanak meg a jövőben is, úgy Récsáváros intézményeivel, mint a különböző civil szervezetekkel, vállalkozókkal, esetenként magánszemélyekkel is. Minden esetben arra törekedtek, hogy jó megoldások szülessenek a rendezvények kapcsán. Ugye, csak egy példát mondanák, ugye volt, azt hiszem elmúlt évben kétszer előfordult olyan, ugye, hogy különböző rendezvények kérelmek kapcsán időpont ütközések voltak. Én ebben a két alkalommal is azt tudom elmondani, hogy a ő rugalmasságuknak, illetve a közreműködők rugalmassága kapcsán sikerült még olyan lehetőséget találni, amely mind a két fél részére eredményes és kedvező volt. Én magam részéről még egyszer megköszönöm a MIFÁZ-nak a munkáját, és további sok jó munkát és erőt, egészséget kívánok nekik ebben az évben is a közös tevékenységükhöz. Köszönöm szépen. További. Nincs. Nekem is kötelességem megköszönni a munkát, tovább munkához pedig valóban jó egészséget. Kitartást. Határozati javaslat. Récságváros önkormányzat képviselőtestülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és Könyvtár előterjesztését az intézmény 2017 évi beszámolójáról, azt jóváhagyja, aki ezzel egyetért. Hat igen szavazat, köszönöm. Következő, Récságváros önkormányzat képviselőtestülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és Könyvtár előterjesztését az intézmény 2018 évi munkatervéről. A képviselőtestület a határozat mellékletét képező 2018 év munkatervet jóváhagyja. Hát igen, köszönöm szépen. 14-es szabályzat jóváhagyása szintén Városi Művelési Központ. Parancsolnok úr. Városi Művelési Központ és Könyvtár elkészítette az intézménynek a szabályzatát a szemüvegjuttatás rendjéről. Ez a szabályzat a vonatkozó jogszabályok alapján készült, bizottságülésen erről vita nem alakult ki, 6 egyöntetű igen szavazattal támogatjuk a szabályzat elfogadását. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kérdés, hozzászólás, vélemény nincs. Azt mondja, Récságváros önkormányzat képviselőtestülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és Könyvtár előterjesztését az intézmény szemüvegjuttatás rendjéről, azt jóváhagyja, megbízza Varga Nándorné igazgatóhelyettest, hogy az ezzel járó költségvonzatot az intézmény költségvetésében szerepeltesse. Aki ezzel egyetért, hát igen, köszönöm szépen. Helyi egyenlőségi program felvizsgálta, parancsolnok úr. A helyi esély egyenlőségi programot 2014-ben fogadt el a képviselőtestület. Ezt a dokumentációt ugye két évente felül kell vizsgálni. 2016-ban ez megtörtént, és akkor a különböző változások átvezetése kerültek ezen a programon. Ezt követően mostanáig nem történt olyan jelentős változás, amelyik érinteni ezt a dokumentumot, ennek megfelelően az előterjesztésen javasolja módosítani a esélyegyenlőségi programot. A bizottság egyetértett ezzel a véleménnyel, és 6 egyöntetű ilyen szavazattal elfogadás javasolja a tárgyi javaslatot. Köszönöm. Köszönöm. Kérdés, hozzászólás, vélemény nincs. Határozati javaslat. Récságváros önkormányzat képviselőtestülete megtárgyalta a helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatáról készített előterjesztést.
A képviselőtestület a 2014. június 20 napon elfogadott, 2016. február 26 napon felülvizsgált helyi esélyegyenlőségi programot ismételten felülvizsgálta, annak tartalmát nem módosítja. Aki ez egyetért? Hát igen, köszönöm. 16-os irattár rendezés lehetősége, parancsának úr. Hát itt a polgármesteri hivatal irattárával kapcsolatos dolgokat már több alkalommal is tárgyaltuk, ahogy az anyag is írja, körülbelül 2007 évtől kezdődően hát eléggé áldatlan állapotok vannak a irattárban, és felmerült annak a lehetősége, hogy ezt végre szakemberek közreműködésével meg kellene szüntetni ezt az állapotot, meg a irattározás elejtezést és a levéltári átadásokat le kéne bonyolítani. Árajánlatok lettek kérve, két árajánlat is érkezett, és amennyiben sikerül kialakítani a aktuális irattárat, a karbantartás az már a napi munka keretében elvégezhető lesz. A bizottság ülésen elhangzott, hogy fontos témáról van szó, számtalan szó kell előkeresni régi iratokat, és az elvárás az, hogy napra kész legyen a irattározás. A hozzászóló elmondta, hogy reméli, hogyha rendbe lesz téve, akkor ez a gond véglegesen megoldódik. Megszabadulunk attól, ami levéltárba megy, vagy cselejtezése kerül, és innentől kezdve áttekinthető lesz ennek a irattárnak a dolga is. A bizottság végül is a határt javaslatnak megfelelően 6 egyöntetű igen szavazattal támogatja elfogadását a képviselőtestet. Köszönöm. Köszönöm. Kérdés, hozzászólás, vélemény. Hát itt azt hiszem, hogy nagy kell mondani, hogy nagyon ideje, hogy ide jutottunk. Ezt már egy évtizede meg kellett volna valósítani, mert áldatlan állapotok vannak az irattárban, és örülni fog, hogy ez rendben lesz. Tessék? És így van, és megköszönöm valóban azt, hogy ide jutottunk, hogy rendben lesz téve. És utolsó időben kolléganőmre már rádült. Áldatlan állapotok. Határozati javaslat. Rétságváros önkormányzat képviselőtestülete megtárgyalt az irattár rendezésének lehetőségével készített előterjesztést. A képviselőtestület támogatja, hogy az irattár rendbetételére külső szakember közreműködését a polgármesteri hivatal igénybe vegye. A munkák elvégzésére Hernádi László egyéni vállalkozó 3000 forint per irat folyóméter árajánlatát fogadja el a képviselőtestület. A vállalkozótól a munkák elvégzéséről szerződést szervezetet kell kérni. Aki ezzel egyetért? Hát igen, köszönöm szépen. 17-es párhuzamos foglalkoztatás kérése, parancsának úr. Köszönöm, a elmúlt hónapokban már több alkalommal is szóba került az ASP rendszer, illetve annak a működtetése. A pénzügyi szolgáltatási csoportban az egyik kolléganő jelezte, hogy a új rendszer mellett már nem tudja vállalni a felelősséget a munkájáért, és úgy gondolja, hogy már ő nem kívánja megtanulni a ASP rendszernek a rejtelmeit. És innentől kezdve ugye viszont egy munkaerő kiesése az ott gondot jelentene a csoportban. Sikerült itt a hivatal illetékeseinek találni egy olyan valakit, aki közgazdász végzettséggel rendelkezik, mérlegképes könyvelő, és már dolgozott az ASP rendszerrel a tavalyi évben. Viszont a leendő kollega csak körülbelül április vagy május környékén tudna jönni dolgozni, addig esetleg megbízásos jogviszonyban tudna segíteni a rendszernek a használatában. Tehát itt tulajdonképpen két kérés fogalmazódott meg a hivatal vezetője részéről. Egyrészt a megüresedő álláshely bérét kéri feloldani a képviselőtestülettől, a másik pedig esetleg majd egy párhuzamos foglalkoztatás. Itt még vannak tisztázandó kérdések, ugye időpontok, bérek, stb. Tehát itt a bizottság ülésen azt hangzott el, hogy a nyitott kérdéseket tisztázni kell, később erre vissza kell térni, és a Viszmajor bizottsággal majd megfelelő egyeztetéseket le kell folytatni. Végül is a bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadás javasolja a tárgyi javaslatot. Köszönöm. Köszönöm. Ezzel kérdés. Hozzászólás, vélemény nincs. Én megköszönöm a képviselőtestületnek, hogy ezt megértették, és reméljük, hogy működni fog.
illetve ASP rendszer. Rétságváros önkormányzat képviselőtestülete megtárgyalt a polgármester hivatalban párhuzamos foglalkoztatás engedélyezése tárgyában készített előterjesztést. A képviselőtestület a működés folyamatos biztosítása érdekében támogatja a pénzügyi és szolgáltatási csoportnál egy álláshelyen párhuzamos foglalkoztatást. A megüresedő állás helyett a képviselőtestület nem zárolja. A leendő dolgozóval kötendő megbízási szerződést a Viszmajor Bizottsággal egyeztetni kell, a kinevezés pontos időpontjára képviselőtestületet tájékoztatni kell. Aki ezzel egyetért? Hát igen, köszönöm szépen. Polgármester, 18 évi szabadságütemezés, parancsárnak úr. Köszönöm, ugye a polgármesternek van tárgyi évre 39 nap szabadsága, illetve előző évről áthozott 28 nap. Múlt ülésen ezzel az előterjesztéssel már foglalkoztunk. Azóta a polgármester úr megkezdte a szabadságoknak, a múlt évi szabadságoknak a kivételét, és úgy tűnik, hogy március hónappal bezárólag, ahogy a törvényben is elő van írva, a tavalyi 28 nap szabadságot ki fogja venni. A fennmaradó szabadságot pedig 30 napot ütemezett különböző hónapokra, 9 napot szeretne pedig előre nem tervezhető események bekövetkezésekor felhasználni. A bizottság ülésen ezzel kapcsolatosan volt olyan javaslat, hogy a szabadság időpontok legyenek konkrétan meghatározva, tehát napra kötötten, naphoz kötötten, mint más települések esetében. Nem elfogadható, hogy előre nem látható eseményekre tartalékol 9 nap szabadságot, tehát pontosabban kéne meghatározni a kivendő szabadságoknak a napjait. A bizottság ebben a vitában végül is úgy foglalt állást, hogy a benyújtott ütemtervet elfogadása javasolja, 5 igen és 1 tartózkodás szavazati arányon. Köszönöm szépen. Köszönöm. Tehát kérdés, hozzászólás, vélemény nincs. Rétságváros önkormányzat képviselőtestülete megtárgyalt a polgármester szabadságolási ütemtervet című előterjesztést, és azt az alábbiak szerint jóváhagyja, ezt most nem szeretném felolvasni. Aki ezzel egyetért, 1, 2, 3, 4, 5, aki tartózkodik, a Szegedűs Feri. Köszönöm szépen. Mit tartózkodik? Hát csak úgy, mert rólam szól. Azt mondja, hogy rétságáltalános iskola teremhasználati kérelme. Nem biztos, hogy nekem jó. Megfele. Ezért. Jó. Mert az élet mindig hoz valamit, és azt mindig a feladathoz kell tenni. Na, azt mondja, mondtam, Rétság általános iskola teremhasználati kérelme, elnök úr. Igen, a Rétsági általános iskola gyógytestnevelés megtartására igényli gyermekek részére a Rákóczi út 32 szám alatt van a kistorna teremnek a használatát. Heti 9 órában, délelőtti időpontokban, még 2015-ben az önkormányzat az épület jelentős részét a Salgó-Tarjáni Szakképzési Centrum vagyonkezelésébe adta. Ez a bizonyos kis tornaterem a szerződés alapján úgynevezett közös használatú helyiségnek minősül. Délelőtt oktatási intézmény volt ugye a szerződésben, hogy ők használják, délután pedig az önkormányzat által felhatalmazott civil szervezetek, a dzsúdósok meg a néptáncosok szokták használni. Hát itt végül is a bizottság ülésen elhangzott, hogy kiderül, az egyik hozzászólásban elhangzott, hogy ugye elvi hozzájárulást kell adnunk, egyeztetni pedig majd a szakképzési központtal kell az iskolának konkrét megállapodást megkötni. A testületnek elvi hozzájárulását kell adnia, de a határjavaslat körülbelül erről is szól. Ami elhangzott még, hogy a kis tornaterem, ami annak idején le lett szólva felújítás után, mégiscsak jó erre a célra is. Aztán elhangzott még az is, hogy más témában megy a hangulatkeltés, hogy ebédelésre főúton kell átjárni a gyerekeknek, most meg éppen ennek a megszervezése történik. Végül is itt a bizottság a határozati javaslat kiegészítésével a megfogalmazott és kiosztott határozati javaslatnak megfelelően javasolja elfogadnia ezt a határozati javaslatot. 5 igen és 1
tartózkodással. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdés, hozzászólás, vélemény. Én magam nevében megköszönöm a képtestületnek, és engem kerestek meg ebben a dologban, hogy próbálják segíteni, és akkor ezek szerint megoldódott meg a problémák. Rétságváros önkormányzat képviselőtestülete megtárgyalta a rétsági általános iskola teremhasználat kérelméről készült előterjesztést. A képviselőtestület a Salgótarjai Szakképzési Centrummal 2015. november 21 napon megkötött vagyonkezelő szerződésben foglaltakat tiszteletben tartja. Elvi akadályt nem látja annak, hogy a rétsági általános iskola és a vagyonkezelő a kistanulaterem használatára, gyógytestnevelés céljára, délőleti foglalkoztatásokra szerződést kössenek. Aki ez egyetért? Hát igen, köszönöm szépen. 20-as Belovai Robert kapitányom kérelme. Parancsolnak úr. December 15-e ülésen tárgyalta a képviselőtestület Belovai Robert kérelmét a Takarék utcában a lépcsőházok előtt levő fenyőfalnak a kivágását kérte. Akkor az a döntés született, hogy szakvéleményt kell kérni Walter Károly szakértőtől. Ez a szakvélemény megérkezett, és a szakértő a fa kivágását indokoltnak tartja. A bizottság a határjavaslat elfogadását javasolja 6-1 öntetű igen szavazattal a képviselőtestület számára. Köszönöm szépen. Köszönöm. Előbb volt szó, hogy együtt tesz a két fát. Még a kijelölés a szomszéd jegyzőtől még nem jött meg, mielőtt megjön, akkor megpróbáljuk összevonni. Azt mondja, hogy határti javaslat rétságválás önkormányzat képviselőtestülete megtárgyalta a Belovai Robert kérelméről készített előterjesztést. A képviselőtestület Walter Károly erdész szakvéleménye alapján tulajdonosi hozzájárulását adja a Takarékút 23 számú ingatlan előtt lévő esztétikailag is helyrehozhatatlan a parkoló és a járda alapját veszélyeztető egy dal a vörösfenyő kivágásához. A fa kivágását szakember bevonásával kell elvégezni, a fa pótlásáról a városüzemeltetési csoportnak gondoskodni kell. Aki ez egyetért? Hát igen, köszönöm szépen. 21-es Jakabovics Zsuzsanna bérleti szerződés módosítási kérelme. Parancsolnak. Igen, Jakabovics Zsuzsanna gyógytornász már 2015. júniustól bérli a volt gyermekorvosi rendelőt, Rákóczi út 34 szám alatt, tevékenységét szeretné bővíteni, gyógyászati segédeszközök forgalmazásával, illetve bérbeadásával, és ehhez kéri a volt gyermekorvosi rendelő várójának a bérlési lehetőségét a hozzátartozó kiegészítő helységekkel együtt, ezeket szeretné bérbe venni. A kérelmező jelenleg is bérelt épületrész fertőző betegek részére kialakított váróterméből szeretne egy darab ajtót nyitni a volt gyerekváró felé, így tulajdonképpen ugye az üzletnek lenne külön bejárat, a átalakítási munka, valamint a karbantartási munkák költségét vállalja. Itt végül is a bizottság ülésen ezzel kapcsolatosan annyi hangzott el, hogy a bizottság 6-1 öntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja, tehát javaslatot, és március 1-jel javasolja a béleti szerződés módosítását. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ez további kérdés, hozzászólás. Vélemény nincs. Rétságváros önkormányzat képviselőtestülete megtárgyalta Jakabovics Zsuzsanna bérleti szerződés módosítási kérelméről készített előterjesztést. A képviselőtestület hozzájárul, hogy Jakabovics Zsuzsanna részére a Rákóczi út 34 szám alatti önkormányzati tulajdonú épületben további 46 négyzetméteres terület 2018. március 1 napjától bérbeadásra kerüljön. A 93/2015 5/22. KT határozattal megállapított bérleti díj a bérlet alapterület arányában 46.300 forint bérleti díjra és 11.500 forint rezsi általányra módosul. A képviselőtestület tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a volt fertőző váró és volt nagyváró között Jakabovics Zsuzsanna saját költségén egy darab ajtót helyezzen el. A képviselőtestület általázat mellékletét képező bérleti szerződés módosítását jóvá hagyja.
Aki az egyetért, hát igen, köszönöm. Azt mondja, hogy 22-es Rétság Árpád egylet 2017 évi támogatás módosítási kérelme. Igen, itt a Rétsági Árpád egylet nyújtott be egy kérelmet a 2017 évi önkormányzati támogatásának a módosítása kapcsán. Akkor 800.000 forint támogatást kért és kapott, és a megkötött megállapodásban a különböző célokra fordított összegeknek a nagyságrendje változott. Szokásnak megfelelően a képviselő testületnek azt javasolja a bizottság, 6-1 döntött ügyen szavazott, hogy fogadja el a egylet kérelmét, és járuljon hozzá a módosításhoz. Köszönöm. Köszönöm. Kérdés, hozzászólás, vélemény nincs. Rétságváros önkormányzat képviselő testülete megtárgyalta a Rétság Árpád egylet 2017 évi önkormányzati támogatásra vonatkozó módosítást kérő kérelmet, azt támogatja. A képviselő testület hozzájárul, hogy a támogatási megállapodásban szereplő felhasználási cél az alábbiak szerint kerüljön módosításra. Nem tudom, felolvassam? Belsenged? Nem. Jó. A lényeg az, hogy íjász lövész szakosztály 650 000, labdarúgó öregfiúk szakosztálya pedig 150 000 forint. Feladatozza Hegedűsfenc polgármester, hogy a határozat mellé képező megállapodás módosítást aláírja. Aki ez egyetért? 6 igen, köszönöm. 23-as 4/2018-1/26 KT határt módosítása. Parancsolnok úr. Igen, januárban megtartott ülésünkön döntöttünk arról, hogy a piacudvarban levő 2 darab faházat a Zöldváros pályázat megvalósítás érdekében értékbecsült áron megvásárolják, hogy megvásárolja az önkormányzat a tulajdonosoktól, tehát nem csak a faházat, hanem a területet elsősorban, mert a faházat viszont lebontásra ők vihetik el. Az adásvételi szerződés elkészült, a földhivatal olyan testületi hatátot kér, amelyben módosítva lesz, hogy kit hatalmazunk föl. Az adásvételi szerződés aláírására a polgármestert, illetve kérik, hogy a hatátban szerepeljenek a helyrajzi számok is, ez megtörtént. Módosítást a bizottság 6-1 döntött igen szavazattal elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ez kérdés, hozzászólás, vélemény nincs. Rétságváros önkormányzat képviselőtestülete megtárgyalta a 4/2018-1/26 KT határozat módosítására készült előterjesztést. A képviselőtestület 4/2018-1/26 KT határ harmadik pontját az alábbiak szerint módosítja. A képviselőtestület a magyarországi helyi önkormányzatokról szóló 2011 évi 189 szörvény 41 paragrafus első bekezdés rendelkezés alapján felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a Rétság piacudvarban lévő 209/6 helyrajzi számú és 209/7 helyrajzi számú ingatlanokra az önkormányzat nevében értékbecsült 2.750.000 forint eladási ár maximumáért adásvétel szerződés kössön. A képviselőtestület felkéri dr. Gáspár Zoltán ügyvédet az adásvétel jogi képviseletére. Ebbe, elnök úr, kérdezem, hogy ebből ez megtörtént, igen, hogy nem meg kell benne foglalni, hogy visszamenőleg hozzájárul, mert ugye... Utólag? Hát igen, hogy utólag, hogy ezt bele kéne foglalni nekünk. Nem tudom, hol tart, hogy alá van. Ott, hogy minden kísérlet fizetve, alá van írva, ügyvéd úr itt volt, megcsinálta, úgyhogy akkor ezt bele kell foglalmazni, itt, ahogy igen, utólag döntött a képviselőtestület. Erről a ügy gyorsasága miatt. Én azt gondolom, hogy miután módosítjuk a 4/2018 január 28-as határozatot. Igen. Ugye a 3-as pontját, ezért szerintem nem kell az utólag szó. Hát de kell, mert akkor már megtörtént azzal a dátummal a szerződés aláírás, ugye behívtál, hogy itt van ügyvéd úr, és akkor jöjjön, kiírja alá, meg kérjen fizetve, azt bele kell írni utólag, most mindenféleképpen ebből, hát hogy ne ragaszkodnék, persze, hát most nem egyeznek a dátumok. Most dönt a testület, és közben már 2 hete ki van fizetve, meg szerződés megtörtént. Azért szóval, hogy ezt rendbe kell tenni. Akkor ezt felolvastam, jó? Szavazás, aki egyetért vele. Köszönöm, 6 igen. Akkor azt mondja, hogy árajánlatok kérése, közbeszerzési eljárás lebonyolítása, kommunális gép vásárlása céljára. Parancsolnok. Igen, és szóbeli előterjesztés volt a többi is. Szünet? Nem. Ja, mehet, jó. Csak valami nem kellett.
szóbeli előterjesztés volt a pénzügyi és városüzemeltetési bizottság ülésén részemről. Abból indultam ki, hogy egyre nehezebb föltölteni a közmunkás létszámot, és számolni kell a közmunkások létszámának a csökkenésével hosszabb távon, különösen annak idején, amikor megvásároltuk a kommunális gépünket, ezt MTZ traktort, akkor még volt egy másik kocsink is, ugye a Toyota, amelyik szállításokban tudott segíteni. Elérkezett az ideje annak, hogy a kieső közmunkás létszámot, illetve szállítási kapacitást egy új minőségi gép vásárlásával kellene megoldanunk, amelynek tehát jó lenne, hogyha ez egy sokoldalú gép lenne, amelyik tudna füvet nyírni, havat tolni, sószóró lenne rajta, rakodókanál, raklapvilla, illetve lombgyűjtő, fűgyűjtő berendezés, és természetesen pótkocsi is hozzá. Na most itt célszerű lenne egy olyan gépet vásárolni, amelyik hatékonyan tud segíteni a város tisztaságában, illetve gondozásában. Mindenképpen olyan gépet lenne érdemes, amelyik minőségi gép. Ezeknek viszont az árfekvése a jelenlegi közbeszerzési értékhatárt, ami 15 millió forint ilyen esetekben meghaladja, tehát ezért közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges. Az előterjesztés tulajdonképpen erről szól, hogy indítsuk meg a közbeszerzési szakértő kiválasztását, és induljon el ennek a gépnek majd a beszerzése. A bizottság ülésen néhány hozzászóló hangzott el, hogyha egy jó kezelő van egy ilyen gépen, és szervezett a munka, akkor egy rétságnagyságú területen rendet tud tartani, és megtérül a berendezés. Külön ki lett emelve például a lomb összeszedése, amelyiknek az adott gépnek egy több száz liter, ennek például 600 literes tartálya van. Elhangzott, hogy fontos a minőség. Megtudtuk azt is, hogy itt említett John Deere traktor, az egy magyar szabadalom, amit csak amerikaiak gyártanak. Ez egy jó márka, természetesen meglátjuk a közbeszerzés kapcsán, hogy melyik az, ami megfelel a minőségben, jó szolgáltat tud tenni. Végül is a bizottság 6-1 öntetű ilyen szavazattal elfogadásra javasolja a határt javaslatot. Köszönöm szépen. Én is. Kérdés, hozzászás, vélemény. Itt az ideje, legyen a városnak egy igazi univerzális gépe, amit tényleg hiányzik. Határt a javaslat úgy szól, Rétságváros önkormányzat képviselőtestülete megtárgyalta az árajánlatok kérések közbeszerzési eljárás lebonyítására kommunális gép vásárlása céljából című szóbeli előterjesztést. A képviselőtestület a közbeszerzési eljárás lefolytatására az alábbi három vállalkozástól kér árajánlatot és szerződést szervezett: Quadrat Kft. 3000 Salgótarján, Palóc Projekt Szolgáltatók Kft. Széchény, Márkus és Társa Kft. Salgótarján. Aki egyetért? 6 igen szavazat. Köszönöm. 25-ös bankrétság tolmács szennyvíz agglomeráció terhelhetőségi vizsgálat tervezői költsége. Parancsának úr. Itt a múltkor már tárgyaltuk ugye a szennyvíz agglomerációval kapcsolatos előterjesztést. Most fölmerült még egy olyan, hogy szükséges a lókos patak terhelhetőségének a vizsgálata, és Bózvári József egyéni vállalkozóként vállalna a munkáknak a koordinálását, vállalási ára 1 millió 200 000 forint, és a vállalási árnak az egyharmada terhelné a várost. A bizottság ülésen elhangzott egyrészt egy költői kérdés, hogy mennyi költség várható, még erre ugye még senki nem tudott válaszolni. A másik pedig egy megjegyzés volt, hogy annak idején, amikor Ránk és Tolmács ezügyben megkeresett minket, akkor az ígéretet tették, hogy minden kezzel kapcsolatos költséget vállalnak. Hát ez most úgy tűnik, hogy nem egészen így van. Végül is a dolog fontosságára való tekintettel a bizottság 6-1 öntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a határt javaslatot. Köszönöm szépen. Kérdés, hozzászólás, vélemény. Hát itt el kell mondani nekem, hogy félreértés miatt, ugye valóban, mikor ezt bank tolmács, ezt a beruházást elindították, azt a ígéretet tették, hogy minden költséget magukra vállalnak, ha mi ebbe konzorcia partnerként vagyunk. De mivel egy évnek el kellett telni, amíg Rétságváros önkormányzat képviselete úgy döntött, hogy igenis belép ebbe a konzorcia partnerségbe,
az őket ugye rosszul érintettem, mert mi valami által kikötöttük azt, hogy a 16 hektár az legyen közigazgatás módosítás, és én akkor is mondtam, hogy az nem ezt a vitát képezze egymással, de most annak a költségeit nyögjük, mert azt mondta el a bánk tolmács, hogy akkor nem voltak hajlandók, onnantól kezdve meg már nem foglalkoznak ezzel a költség megosztással. Ez a dolog még. Lehet volna arról értesíteni a Rétsági önkormányzatot, hogy álláspontjuk változott, mert tulajdonképpen vissza nem lett vonva az a dolog. Úgyhogy igen, csak ugye közben kitudták, hogy gond. Enélkül is megvalósul, és utána tovább nem érdekelte a dolog őket, mert na mindegy, azt mondja, hogy hát most már, de most már mindegy. Így már akkor mindegy. Nem gondoltam, hogy itt vitát kell nyitnunk, de... De ez nem vita, azt most csak elmondtam, egy rövid gondolatot felmerült, hogy mit ígértek, és azt mondtam én, hogy... Én támogatom ezt az előterjesztést, én azt gondolom, polgármester úr, hogy te most jelen pillanatban a rétsági polgármesteri székben ülsz. Igen. Kicsit úgy érezhettem magamat, szerintem lehet, hogy többen is, nem tudom, nem beszéltünk. Igen. Hogy mint hogyha te most tolmács, ne bántva a két társtelepülést természetesen, hanem inkább figyelmeztetve téged, hogy neked, nekünk Rétság érdekeit kell figyelembe venni. Természetesen nem úgy, hogy azzal valami kárt okozzunk a másik két településnek, de elsősorban ugye ezt az érdeket kell szem előtt tartanunk. Tehát én azt gondolom, hogy nem szorulunk mi kritikára részedről, hogy mi hogyan viselkedtünk. Én szerintem volt egy észszerű javaslat, hiszen ez egy alkú folyamat, te tudod a legjobban, volt már arra példa, amikor mi milyen gesztusokat tettünk a különböző településeknek, például ahhoz, hogy körjegyzőség létrejöjjön, nem mennék vissza az időben. Én hangsúlyozom, hogy partnerek voltunk ebben. Én nem gondolnám, hogy ezzel a kijelentéssel, hogy már pedig a két településnek mi a véleménye, és mi hogy jártunk, ez szerintem ide ez az asztalhoz méltatlan, maradjunk Rétságnál, támogatjuk természetesen az előterjesztést. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Most el azt kell mondanom, hogy én voltam az, aki pontosan akkor meg a Varga Dávid, akik meg megszavaztuk azt, vagyis azon voltunk, hogy igenis lépünk közös korzat, felejtsük el az egyezkedést, hanem szavazzuk meg, hogy elfogadjuk a felajánlásukat, akkor én voltam a Rétságvárosnak a pénzügyi felelős is. És én szavaztam úgy, meg én akartam azt, hogy ez a költség nem erüljön föl. Úgyhogy ez most nem jó volt ez a... Én akkor képviseltem azt, hogy Rétság jó járjonban, hogy igenis menjünk be a konzorcia partnerségbe, és nem kell költséget nem fizetni. És most azért kell fizetni, mert akkor nem hallgattatok rá. Bocsáss meg, tehát ezt leírták volna. Senki nem mondta. Megküldték a testületi, hogy nem tárgyalnak róla, a képviselőt elküldték nekünk egyértelműen. Nem, azt mindenki látta, megküldték, hogy nem, tovább nem... Nekünk, én nem olvastam ilyen dokumentumot, ami az van leírva, hogy mostantól kezdve azért fizettek ti is egyharmadot, mert eddig rosszul viselkedtek. Így van, ilyen papír itt nem volt. A pénzről nem lett volna korrekt, hogyha ezt ők leírják. Na kérem szépen, akkor az eddigi tárgyalást itt lezártuk, tovább ebbe az ügyben akkor ezt felejtsétek el, aztán utána még lehet más döntést is hozni, de ez így nem volt. Jó. Mindig. Vagy nem hajlandók tárgyalni 16 hektár közigmódosításról. Úgyhogy én úgy érzem, hogy nem Rétság ellen vagyok, egy lépésemben sem Rétság ellen. Nem Rétság ellen vagy, csak nem is gondolnám azt, hogy mindig kell kritizálni. Azt mondja, hogy vita lezárva, örülünk, hogy ide jutottunk, hogy végül is, ha megvalósul, ez milyen jó lesz, előnyünk lesz belőle. Rétságváros önkormányzat képviselőtestülete megtárgyalta a bánk Rétság tolmács szennyvíz agglomeráció terhelhetőségi vizsgálat tervező költségéről készített előterjesztést. A képviselőtestület Bozvári József egyéni vállalkozó 1.200.000 forintos tervezői árátát elfogadja, a tervezési költség 400.000 forintos önrészét vállalja. Aki ezzel egyetért? Hát igen, köszönöm szépen. 26-os TKM kérelem. Elmondod? Igen. A társadalmi kapcsolatok munkacsoporthoz egy kérelem érkezett színházlátogatók baráti körön, melyet egyébként a pénzügyi bizottság kedden tárgyalt is. 92 fő színházlátogató venne részt Rétságon. Március 22-én az előadáson a belépőjegyek ára 2300 forint. Ez mindösszesen 211.600 forint,
Itt a szabályzat szerint 70% az átvállalható költség, ez így 70%-on 148.120 forint, ezt kérjük elfogadni a tisztelt képviselőtestülettől, köszönöm. A bizottság támogatta a javaslatot, köszönjük szépen. További kérdés, hozzászólás nincs. Aki a Rétségvárs önkormányzat képviselőtestülete megtárgyalta a társadalmi kapcsolatok munkacsoport döntésével készült előterjesztést. A képviselőtestület egyetért a munkacsoport döntésével, és színház látogatók baráti köre 2018. március 22-i színház látogatásának belépő költségeiből 148.120 forintot átvállal. Az elszámolás során működési szabályzatban foglaltak szerint kell eljárni. Aki az egyetért, hát igen, szóval köszönöm szépen. Van még, azt mondja, hogy 27-es beszámol a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról, és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. Parancsolnok úr. Köszönöm szépen. Itt tulajdonképpen vita erről a napirendről nem alakult ki. Kaptunk egy tájékoztatást arról, hogy a elmaradt jegyzőkönyvek, 2017-es jegyzőkönyvek fölkerültek a Rétségváros honlapjára. Ezek ebből az elmaradás pótolva lett. Elhangzott egy olyan hozzászólás, hogy ezeket még egyszer meg kellene nézni, mert néhány pontatlanság fordult elő. Azóta ezek úgy tudom, hogy korrigálásra kerültek. Köszönöm szépen. A végül is a bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolta a tárgyalt javaslatot, illetve a tájékoztató beszámolót. Kérdés, hozzászólás, vélemény, aki egyetért. Hát igen, köszönöm szépen. Tájékoztató a két testetülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármester munkáról szóbeli előterjesztés. Itt tulajdonképpen egy szóbeli előterjesztés volt, amelyből kiderült, hogy tulajdonképpen majdnem végig szabadságban volt a polgármester úr. Azt mondja, hogy elmondta, hogy 2 napot nem volt itt, többi napon be is jött. Aztán szó került erről a nemzeti hulladékkezelőről, illetve ennek a szerződéssel kapcsolatosan, meg volt egy másik felvetés is, hogy a bölcsőde pályázat elutasításáról szóló levelet azt ígérte a polgármester úr, hogy ki fogják osztani a bizottság és testületi tagoknak, ez nem történt meg, ebbe lépni kellene. Illetve elhangzott még, hogy a 32 hektáros területtel kapcsolatosan belterületbe vonás el kellene indítani, kezdeni kellene ebben elindítani ezt a folyamatot. Ugye itt jóváhagyás vagy szavazás nincsen, tudomásul vétel van, a bizottság a tájékoztató tudomásul vette. Köszönöm szépen. Köszönöm. Van még valakinek? Valóban így volt, hogy 15 napot voltam februárban szabadságon. Ma is beszéltem ezzel nemzeti hulladékkal, de most már kb. 10. alkalommal. Mindig ígérjük, hogy rendezi. Aztán a volán szerződés lett lerendezve, valamint ki voltam a digi bejáráson, amikor drónozták a fölajánlott telket a digihez. És ennyi. Akkor, aki nem is kell szavaztatni, jó. Akkor ezzel befejeztük a napirendet, egyebek következnek. Tessék! Parancsára ki. Két kérdésem lenne, az egyik az, hogy tud-e valamit a polgármester úr vagy a hivatal a Telekomnak a beruházásával kapcsolatosan, Rétságom, hogy hol tart ez a igen. Én ezzel akartam majd kezdeni. Kaptam tőlük egy felszést, itt is kérnék tőletek, aki ezen meg tud jelenni. Bejárás lesz 6-án, de közben nekem van egy elfoglaltságom a DMRV-vel Berkenyén, minden polgármesterrel. Azt mondja, hogy meghívó
Naptár, tisztelt cím, munkaterület átadás, átvétel, eljárás és munkakezdési bejelentés. Rétság település, 1-2-3 ütem, MTT optikai távközlés hálózat építése. Tervszám egyek, Klej Telekom Internacional Kft. Munkaterület átadás, átvétel, eljárás tart, 2018, mindenki írja fel magának, 03.06-án, 10 órakor Rétsági Önkormányzat hivatalába, itt például, úgy érzem, mert ezennel tisztettel invitáljuk Önöket. Amennyiben személyesen nem tudnak részt venni, mellékelve küldjük a hozzájáró nyilatkozatot. Úgyhogy olyan legyen, aki a nyilatkozatot is ki tudja itt tölteni. Mert nekem meg van egy másik, egy DMRV-s, az szintén azt mondja, hogy azért elmúlt évek gyakorlatának megfelelően egy hangsúlyt fektet az ellátási területen lévő önkormányzatokkal, valamint a társadalmi partnerekkel való együttműködés kialakítására. A jó kapcsolat ápolása, egy kölcsönös egymás segítő tájékoztatás érdekében önkormányzat fórumot szervez, melyre tisztelettel meghívom 2018. március 6. kedden 10 óra ugyanakkor lesz, úgyhogy én szeretném, ha... De hát meg legyen itt, aki már bejárás is lesz, aki akar a képviselők közül. Így van. Erre akkor ez. Persze. Odaadom én nektek. Úgy elektronikusan. Persze. Igen, igen, igen. Következő kérdésem lett volna, hogy mi a helyzet a benyújtott közlekedési pályázatunkkal? Erről valamilyen szerintem információ? Szerintem a kincstárnál, ha jól tudom, még nincs meg a számla, ugye? És ahhoz kötötték, hogy ha kincstári számla talán, akkor utalnak, én ideig tudom ezt a dolgot. A bölcsödést pedig én azt hiszem, hogy úgy emlékeztem, hogy eredeti levélbe küldöttet. Kincstári számla mi múlik? A kincstári számlát még megértük, tehát benyújtottuk a megfelelő dokumentumokat a megnyitáshoz. Már akkor tájékoztattak róla, hogy nagyon sok a számlanyitási kérelem, és elhúzódik ez a munka. A mai napig nincs még megnyitva a kincstári számlaszámunk. A pályázatíró is többször érdeklődik, tehát kb. Két hetente fölhív, hogy mit tudunk, hol tartunk. Én újra és újra csak azt tudom neki mondani, hogy megkértük. Volt egy hiánypótlásunk, azt azonnal megcsináltuk. Ami rajtunk múlott, azt mindent mi prezentáltunk. Az a lényeg adva időbe. Most akkor átadom a Ritának a miniszterelnökség jogi ügyekért felelős helyettes államtitkárnak a papír, és akkor mindenki ki fogja küldeni. De volt ennek egy eredeti, ami levélbe küldtek, mert ez a méles. Igen? Köszönöm. Ennyi? És akkor van még egy, hogy bizottságülésen téma volt ez a Digi antenna felállítása. Itt én fölhívtam őket, és sugárzási mérés, vagyis kisugárzási eredményeket fognak mondani, ahhoz, hogy mi tudjuk a lakosságot értesíteni, de azt mondják, hogy biztos, hogy, mert máshol is ugye csinálják, hogy egy mobiltelefon által többet árt, mint ez, ez egy annyira levéde dolog, de hát ezt a lakossággal attól fog ismertetni kell, és annak függvényébe kell majd dönteni. Azt mondja, hogy igen, optikai bejárás, akkor, és lesz egy klímastratégia, az, amiben azt kérném a képviselőtestet, hogy ki kell tölteni nekünk egy valami kérdőívet, hogy egy javaslatot szeretnénk. Én mindjárt azt javaslom, hogy a kettes útnak az elterjedése ebbe is, mert az egyik legnagyobb veszély Rétságon ez okozza, de mindenkitől kérnénk, meddig, hogy beszéltek? Szerdáig. Szerdáig kéne klímák, stratégiák kapcsolatos javaslatokat, hogy mi az, amit kérünk, vagy szeretnénk megvalósítani. Hogy? Na, ennyit lekarcsi, légy szíves, persze, azért kell mindenkinek ezt meg, jó? Jó, és akkor az e-mail címemre kérnénk szépen ezeket a javaslatokat szerkezik. Én meg így azt mondja, mi van még, ami... Az ember valami ilyen felhívás. Igen. Akkor az jó lenne szép. Jó, felhívásodat tudod adni, mert akkor azt is szép. Klímavédelem fontosság, tehát fontossé, és itt van a táblázat is, amiket ki kell bírni. Igen. Te fog kérdezni? Jó. És akkor még van a béleti szerződésünk a Volánnal. Ez van, ennyit akartam én, hiszen most nekem speciál nincs más egyebekbe. Hallgatom, mondjam. Egy dolgot szeretnék kérdezni polgármester úrtól. Ugye van a szennyvíztisztító telepen az a úgynevezett önkormányzati tulajdon, félig faház, félig meg ugye beton építmény.
ugye megszűnt a korábbi társulás, igen, a DMRV-vel van ugye megállapodásunk kötve, igen, hogy akkor mi lesz annak az építménynek a sorsa? Van erről valami információ a DMRV részéről? Én ebben egyszer körbejártam, hogy valami 10 településnek a tulajdona. El lehet indítani, hogy átadják el a települések, hogy a Bánk, Berkenye, Diósenő, mit tudom én, Tolmács, egy csomó, ezt mikor volt erről a szó a tanúszodának a megépítésével, mikor volt javaslat arra, hogy talán oda kerül a tanúszoda, akkor kikértem én a tulajdonlapokat, és 8 vagy 10 településnek a tulajdonával az egész. De mondjátok meg, hogy mit csinálunk benne, mit lépünk, felszólítjuk a önkádok, hogy hajlandók eladni részüket, eladni, odaadni. Tessék? Jó, ki kéne küldeni ezt a papírt, hogy akkor kinek a tulajdonlapja, milyen címen, jó? Jó. Mert még a Nyugat-Nógrádi Vízmunka Ft.-nek volt a... Igen, tiszta, az megszűnt. Az megszűnt, ugye, de... Megszűnt, viszont a településeknek vannak benne elég szépen tulajdonjogai. Ez egy összvérhelyzet. Van egy terület, meg egy... Mekkora épület van? Csak a kerítés. Igen? Az összes épület, az minden a közös önkormányzat. Aha. Nincs rajta nekik szinte, nincs, talán egy épület sincs rajta, ráterhelve. Épület. Nem a jogunkra, aztán. Persze, úgyhogy ebben előny van, csak a településsel kell. Nincs. Én ezt megkérdeztem akkor a Zsuzsát, milyen Zsuzsa? Farkas. Égonnének, a Újhalami polgármesternek a feleségét, és azt mondja, hogy Hege, minden a önkártoké, azt mondja, nekünk is talán kerítés, az terve, az van nek terve, úgyhogy épületek. Nem ott pénz. Jó. Igen? Egy nagyon rövidet szeretnék, mert lehet, hogy itt a polgármester, nem akartam ott a szabadságon lévő polgármesternek a beszámolóján kérdezni, de egyébként lényeges. A bizottsági ülésen is volt róla röviden szó, megint közeleg egy negyedév, most a hulladék számlázással kapcsolatosan akarom ezt kérdezni. Minden negyedében most már idestóval két évvel átéljük ugyanazt a egyébként lassan már drámát, hogy ugye teljes számlák kerülnek kibocsátással. Mindannyian nagyon jól tudjuk, hogy december 27-én hát lett utalva a tavalyi évi támogatás. Ez is csak azért, mert nem voltak képesek befogadni az önkormányzat támogatást. Most ugye már mondott a bizottsági ülésen, most meg már intézed az ez évi szerződést, ez csak is rajtuk múlik, hogy megküldjék erre az évre vonatkozó szerződést, tervezetet. Ez mind oké, de hát ilyet már látunk két éve. A kérdésem úgy hangzik, hogy szerinted mekkora a valószínűsége annak, hogy így a következő negyedév kapujában megint ki fog jönni egy teljes áru számla? Nekem fogalmam nincs, csak azért mondom, hogy szerinted. Hát, na majd én mondjak. Hát, tudom, hogy itt a ritmát tanulja annak, hogy mit telefonálják meg, mit ígérnek meg. A lényeg az, hogy eloszlatni szeretném azt a város, hogy mondják, hogy megszüntette az önkormányt a támogatást. Nem ez szüntette meg az önkormányt támogatást, át van utalva. Jegyzőkívül meg, ha bezárjuk a ülést, akkor majd elmondom nektek, hogy még mi a helyzet van, az nem ide tartozik. Egy kicsit előnyös a Ritságváros részére, de ennyi. Jó, azon vagyunk, hogy innentől kezdve a csekkek, egyebek normális követ jönnek ki, figyelembe véve a Ritság önkvádnak a támogatását. Ez a dolog, igen. Csak egy mondatot ehhez, nem akartam én ezt hozzászólni, hogy már Zoli megelőzött, meg te is. Hát gyakorlatilag ugye több lakos kérdezik, sokan kérdezik, tőlem is kérdezik többen, hogy Jani, mi lesz akkor a szemétszállítási díjra, mondom, gyerekek? Mint ahogy mondta is azt korábban a polgármester úr is, én is, képviselőtársaim is, hogy az elmúlt év, tehát a 2017 évi költségvetésben el volt fogadva, elkülönítettem a 15 millió forint lakossági támogatásra. Mondom, most lesz a költségvetés elfogadva a mai testületi ülésen, mint hogy ezt láthatták is, meg hallották a kedves tévénézők, illetve majd utána járatnak, el van fogadva 2018-ra is, hogy ez a 15 millió forintos keretösszeg lakossági személyszállítása. Tehát az önkormányzat mindenképpen támogatni fogja, hogy ennél a nemzeti hulladékkezelőnél hogy alakulnak a dolgok, mondom, hát erre a legöregebb hindu ember se tud ma választani szerintem. Nem, egy biztos, hogy nem kerül senkinek többen, meg az is biztos, hogy nem nőtt, nem emelték a személyszállítási díjat. Maradt minden a régibe, mindenki a régi szerint fogja fizetni a dolgot. Parancsolj, Dávid! Csak egy plusz információ a nemzeti hulladékkezelővel kapcsolatban, hogy hogyan fog alakulni ez a számlázási rendszer. Nagyon röviden, egy ismerősömnek ugyanez a problémája céggel kapcsolatban, egy budapesti cég. Havi szinten több milliós nekik, tehát egy borzasztó nagy cég.
és az elmúlt 3-4 év, minden 4 év számlával, utalással alátámaszthatóan rendezve van, és még mindig 3,5 millió az egyenlegük. És azt mondta az ügyintézőhölgy, hogy nem tudják a pénzügyi rendezési részt az ő számlázási részükkel ütköztetni. És nem tudnak igazolást sem kiadni arról, hogy ott van a 3 utalás a 3 hónapról, és ez 3 millió forintos tétel 3/4 évre. Tehát, hogy, hogy mit várhatunk sajnos tőlük, hát sok minden jót sajnos nem. Én most ezt már személyesen fogok fölmenni, és addig nem ők elmég szerződés. Ezt kell tenni. Az biztos, hogy ez lesz a következő lépésem. Vigyél egy pár napi hideg élelmet. Nem. Megértem nekik, hogy visszakjuk a házipánkát, szarvasszalámit, csak csinálják meg a szerződést nekünk. Ennyi. Megvan a szerződés. Van még valaki parancsolat? Nekem lenne még egy gyors kérdésem Ritához. Volt egy felelősségbiztosításos történet egy autóval, amikor a parkolóban tudsz. Ez hol tart ez a dolog? Tegnap előtt érkezett meg a biztosítótól az e-mail, hogy lezárták az ügyet, megállapították a kárnagyságát, leírták, hogy nekünk mennyit kell átutaljunk a tulajdonosnak, igen. Beszéltem vele a napokban többször telefonon, hívott, tud róla, hogy megérkezett, igen, igen. Jó. Hogy hétfőn lesz a kolléganő, és posta jódon fogja megkapni. Azt is leegyeztettük Andrással, úgyhogy... Jó, köszönöm szépen. Apropó biztosító, akkor látokkal kapcsolatosan van valami fejlemény? Bejelentettük a felmérés, meg volt, hogy a nemzetközi biztosítás érinti azt a szakaszt. Azzal kapcsolatban választ még nem kaptunk. De ez is nagyon elhúzódott. Mikor volt ez? Tavaly nyáron? Tavaly nyár közepén. Belföldi tulajdon és belföldi autó. Biztosítóban egy nagyon precíz dolog, ami jó, hogy nagyon nehezen akarnak fizetni. Nem, hogy befogadják a pénzünket. Az a jó benne. Van még valakinek? Ehhez a dolog azért már elnézést kérek, ez azért nem így működik, hogy majd akkor a nemzetközi biztosító így, mert ez le van dokumentálva, ez a kár. Ugyanúgy, mint mit tudom, beázott a lakásunk Újpesten, megállapították a kárt, azt mondták, javítsuk ki. Majd 2 hónap múlva kifizették, hát nem akkor kezdjünk hozzá kijavítani. Hát itt is dokumentálva van, le van fotózva, be van jelentve, mire várunk? Hát nemzetközi biztosítóra. Baleset veszélyes ez a dolog, ezt meg kell javítani. Majd a biztosító ki fogja fizetni. Hát nem azon múlik, hogy most húzódik-e az idő, vagy nem. Más ügyekben is, én nem tudom, ez így elfogadhatatlan. Hát máskora valakinek az autóját kár éri, lefotózzák, megszemlézik, csinálnak vele valamit, vagy a rendőrség rögzíti a tényállást, és az autót ki kell javítani, meg el kell vontatni, meg kell csinálni, és majd valamikor sorra kerül a kárrendezés. Azok a korlátok úgy veszélyesek is, meg nem is esztétikusak. Elnézést, én nem tudom, meddig lehet ezt húzni, lassan másfél éve. Bocsánat. Ez valóban így van, de személyautó kárnál és a nemzetközi biztosítás, ez sajnos ez így elhúzódik, és ez ugyanúgy arra tartozik. A 3 korlátot akkor is ki kell javítani, ha nem fizeti ki senki, már elnézést. Hát azt meg nem javítsák ki, az már ki lett adva, nem? Gyurinak ki lett adva. Megvan a jegyzőkönyv, hogy kiokoztatok. De szerintem a sikercseréd, ezzel ne vitatkozzunk, mert megint hülyeséget össze, Kacsi. Köszönöm mindenkinek. Miért lenne az hülyeség, hogy legyen rendben a járda már? Ne haragudj! Milyen dolog ez már megint? Nem erre gondolsunk, mindegy, ebben egyetértünk. Hát akkor miért lenne hülyeség, hogy másfél év után nem lehet megcsinálni egy járda melletti korlátot, akár mi is. Jó, köszönöm szépen mindenkinek, tévénézőknek is a türelmét. 18-10-kor testetősünket bezártuk, mindenkinek szép estét kívánunk.